dashing through the snow, a day or two ago. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon this Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed to slot. We got into a drifting bank, and then we got upset. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Óra után vagyunk, 19 perccel. Hát ez annyira bizarr, hogy ez rettentesen bizarr. Boldog karácsony! Boldog békés karácsony kívánok mindenkinek! Boldog békés ünnepeket kívánunk ezzel, és karácsonyi zenével jó, egy külön a film is nagyon jó. A film is nagyon jó. A Billy Mac, ugye, hát ez egy jó kis. Jó kis karácsony, fehér karácsonyunk van, körbenéztetek? Igen. Maximálisan, igen, minden fal fehérre van messzelve. Minden fal fehérre messzelve, rettetesen szürális az egész, és nekem szoknom kell, de jó, kint áll a karácsonyfa, ott van alatta a beigli, úgyhogy hát mindjárt csinálunk fotókat az Instára, rettetesen beteg az egész, tehát nagyon felfogadatlan. De ugyanakkor van valami bájom. A zene már meghozta hangulatomat, előtte nem voltam nagyon karácsony hangulatban, de a második zene azért az úgy kezdett. Figyelj, miről beszéltünk tegnap, ugye, hogy Kaliforniában, Ausztráliában kb. Így történik, ahogy nálunk, hogy kinézel az ablakon, és akkor süt a nap, az emberek egy szál gatyába, meg pólóba mászkálnak, meg strandpapucsba, 30 fokon, nálunk most még egyelőre csak 18, de napközben itt is lesz. Na hát reggel 9-kor már 30 fok lesz, igen. Hát minden egyes karácsonykor. Úgyhogy, de tegnap, amikor elhoztam a Nosztalgia Cukiból, akik egyébként természetesen ezekkel a beiglikkel kívánnak nekünk boldog, békés karácsonyt és ünnepeket, mondta Ricsi a cukrászsrác, hogy életemben nem csináltam még 8 darab beiglit, de hogy ünnepekkor sem csinált még 800-at csinál általában, azt mondja, hogy nagyon fura volt neki, azt mondja, hogy ilyen kis mennyiségét ő még soha nem kevert be egyébként, de az, hogy valamikor szeptemberben ő beiglit csináljon, fura. Tehát nekik is meg kell csípniük magukat, úgyhogy hóesést kellett volna ide varázsolni, ilyen kis sprével valamit fölfújni, tudod, és akkor esik a hó, és akkor meg vagyunk. Nem? Tegnap elmentünk ugye ajándékot venni, bementem a kis nálunk, van egy ilyen ajándékbolt, mondtam, hogy szeretnék venni zacskót, de karácsonyi. A néni kiköpte a kávéját, az mi van? Hát mondom, karácsony van holnap, tessék addig. Azt mondja, hát még nyomokba sincs, hát már ilyenkor. Mondom, még egy kicsit korábban kezdjük, ki tudja, hogy leszünk akkor, és akkor tessék adni, ízét, mondta, nincs. Az egyik lakbeledizési áruházban tegnap elmentünk, és hát egyebek mellettem miatt van egy-két dolog. Fél voltak már kint, akkor adták ki, és nézegettem, hogy egy picit mindent ilyen finom, vékony porréteg fedett. Tavalyi részben. Én most láttam, hogy egy-két helyen kint van. Most szedték le a polcokról, gondolom a raktárba, és még nem is volt nagyon elrendezve a dolog. Például szalvétát, nem is találtam karácsonyi szalvétát. Akartál hozni? Persze, de hát sajnos nem kaptam. Ahogy szaloncukrot sem kaptam sehol. Kicsit elnézést kértek az egyik csemegébe, mondták, hogy egyik hallgató érte, hogy náluk lehet kapni. Aztán ott telefonáltam több üzletükbe, és mondták, hogy hát elnézést, de mégsem, talán a jövő héten már lesz. Ők sértették nagyon, ők sértették, hogy mi történik. Hát pedig a tavalyi megmaradtat meg kirakhatnák ilyen előre értékelve, nem? Hát ha még jó, az egy éves, van egy éves szavatosságia? Búcsos, nem tudom, milyen az LA 30 évig. És nem is tud benne sem megromlani, mert nincs benne természetes anyag. Csak mesterséges minden kemikália, úgyhogy nagyon nem romlik. Az idei csoki mikik még csoki nyuszik. Majd átcsomagolják őket. Igen, az a durva, hogy most még nagyon furának tűnik, aztán pikpak begyorsul. Tehát így megjön az ősz, egyszer csak október van, vége van, és ott a kari. Szóval utána meg már mindenhol kellemes ünnepeket, jön a reklámhadjárat, és ott a karácsony. Tehát egyébként most még nagyon gyorsnak tűnik, aztán az utolsó 3 hónap az így paf, így elmegy. És egyszer csak ott állsz már a fa alatt. Alig nem? Disznót tudunk levágni, addig átszörni. Hát addig azért egy-két disznó is. Biztos megsínni, igen. Na, lesztek még karácsonyi zenék egyébként? Kérdezi egy hallgató. Azt mondja, hogy ennyi, az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, írja. Hát igen, egyébként elszúrtuk, de. Ez nem szép dolog, utolsó pillanatra hagyni a vásárlást. Azt írja egy hallgató, hogy Németországban már megjelentek egyébként a karácsonyi sütemények. Tibi, köszi, hogy elküldted. Tartsátok meg balé a jövő héten a szilvesztert is. Jó, ez jó ötlet. Igen. Figyelj, akkor azt hiszem, minden nap karácsony. Az meg a másik, igen. Megsütöttem a beigli friss illat. Ez a gyerekek, nyomjátok a karácsony, megsütöttem a beiglit friss illat a konyhában. Szuperek vagy. Beszálltál te is, de jó vagy. Lehet, komolyan, ja, tényleg, kókuszgolyó? Kókuszgombóc. Ja, nem csináltam. Nem, bocsánat.
Sansztalan voltam. Ígértem egyébként? Hát, belógattad. Hát, ígértél is, meg nem is. Igen, de nem, szerintem most nem volt ígéret, hogy hozok kókuszgombócot, nem hangzott el. Bedobtad csak ezt a kókuszgombócot. Kókuszgombóc, igen. Rögtünk egyet, de azt mondtad, hogy nem lesz belőle semmi. Igen, igen, igen. De aztán hallgatok, ráfőztek. Ráfűztek, mert hogy a Facebookon láttam, hogy mondták, hogy valaki azt írta már be tegnap a felrakott kép alá, hogy megcsinálja, és holnap viszi is be a munkatársai. Ja, hogy ő megcsinálja. Hát, hogy ő megcsinálja. Igen, de szerintem az a kerti partival kapcsolatban jött szóban, mondtam, hogy ott volt kókuszgombóc, hogy ilyen mindenki hozott mindent, ja, és ja, akkor ja, a több, ott az egyik srác csinált. Kerti parti ilyenkor nincs az hideg. Hát kicsit hideg volt, meg sieltek a gyerekek, de nem volt az. Halászlé van? Azt a jó Isten, tehát az nincs. Jó, halászlé nélkül fogunk kitidítikarizni? Elszűrt csöntet van reggelire. De van helyette más. Egyébként láttam, hogy kint nagyon habzsidőcsi van, majd mindjárt csinálunk fotót. Hidegtálak, sajtos rolók is, hogy hívják, köménymagos, sajtos, ropogos, száraz süti. Szeretném megmutatni, hogy mivel készültem. De hogy amikor majd húzunk, akkor azért én ezt felveszem. A húzás tegnap volt, már hát, amikor ajándékozunk. Hát igen, a rénszarvasos pulcsi a klasszik, vagy mi van azon? Ez egy ilyen kis rénszarvas, egy pici rénszarvas. Kis szarvacskákkal, ez valamilyen kis díszecske. Ezt kaptad az anyósodtól, ugye jól emlékszem? Pár éve, Istenem, de tud ajándékozni a mama, de tud. Egy piros kötött rénszarvasos pulcsi, úgyhogy én ezt azért behoztam. De szép. Tessék? Szép, na, látod, mi készültél? Igényes. Ezt volt, hogy felvettem karácsonykor. Én annyit sokat hittem. Csak ez volt, alul nem volt rajtam sem. Majd a húzáshoz vagy ajándékozáshoz felveszem. Egy picit én is készültem egyébként, annyiból renitens voltam, hogy megszektem az ajándékozással kapcsolatos szabályt, hogy én már tegnap este elkészítettem saját kezüleg azt az ajándékot, amit annak ajánlok, illetve annak szánok, akit kihúztam tegnap. Viszonylag drága volt, 300 forintot költöttem rá. Hát a 500 volt a limit. Öt, igen, de még bele kellett, benne. Melót bele kellett tegyél meló még, volt, ugye? Meló volt benne. Hát akkor az, ha órabérre kiszámolod, akkor az lehet, hogy legalább 200. Akkor nem, akkor benne vagy. De rengeteg szeretetet raktam bele. Rengeteg szeretetet tettél bele? Nagyon sok szeretetet, igen. Többször is bele tette. Igen. És más nem is örülne neki szerintem. Hát mondjuk egy picit talán. Na, meglátjuk meg. Jól van, ennek ellenére azért, hogy mi itt karácsonyozunk, meg hűlünk, lesz gólörömjátékünk természetesen. 9 óra után lesz majd, úgyhogy... Úgyhogy tessék készülni. Fel van adva a lecke. Jó? És hát majd el akarom mondani, hogy mi történt a csapommal, mert azt nem viszitek el. No. Majd elmesélem de kicsit jó. Később. Istenem. Szóval, hogy ilyenkor mi van? Majd tehát kérdéseket teszek fel, de azt majd csak így 7-8 után addig megvárom, hogy mindenki felébredne. Annyira megszívtam, hogy el nem tudom mondani. Egyébként minden oké volt tegnap mindenkivel? Hát ez a rohangálás volt. Rohangálás? Meg estés. Még 8-szor akkor mondom, ott voltunk az áruházban is, keresgéltem fahéj illatú aromaolajat. De hova akarsz csepedeni a hajadra? Vagy ne, vagy ott van, itt van, majd érezni előtted. Fogod az illatát. Nem hiszem el, hogy egy mécses, egy aromaterápiás, vagy ilyen kis aromamécses üldögél itt meggyújtva. Még nem lehet érezni, de majd lehet. Igen, még nem jön. Később. Még nem jön. Jó lesz az. Még nem jön. Oké. Azt mai vendégetek Karácsony János, kérdezi valaki. Tudtátok, hogy ebből kifelől a húsvét hétfő is kedve fog esni. Hát az jó lenne egyébként, el lehetne egyszer napolni. Nézegettem még az ünnepeket, hogy állunk decemberig, és egyetlen egy október 23-án van, ami hétvégére esik, és aztán egy október vége, november eleje, ami egy ilyen 4 napos ünnep. Igazából ezt kell beosztani mindenkinek, aki még így készült ilyen nagy-nagy ünnepekre, mert utána... Hát és akit a karácsony is érint, ugye, azoknak mondom, hogy az se túl jó, mert most ugye... Hogy jön most ki a karik? Hát hétvégére pontosan, plusz a akkor rövidebb a szünet. Így van, a szilveszter is úgy van, hogy elsője talán hétfő, és második a kedd, tehát kedden már mész dolgozni. Uh-huh. És azt hiszem a karácsony is ilyen szombat, vasárnap, vagy péntek, szóval valahogy így van. Nem túl, nem erős. Hát úgyis nem sokára. Most még csak mi vagyunk karácsony hangulatban, de nem sokára, úgyis az országot is elkapja egyébként. Meg a jóisten költögeti a kicsi fiát. Kelj föl! Nem tudom, mi van. Most valahogy korábban kezdtünk. Indulnod kell. Mostopa, nem már tök korábban. Igen. 24 szombat, 25 vasárnap, 26 hétfő. Aha, tehát akkor hétvége. Igen, de 31 meg elseje az szombat, vasárnap, tehát másodikán hétfő már dolgozik az ország. Az nem jó. Vagy hát, jó.
Meghitt na de, hagyjuk az ünnepeket, most koncentráljunk tényleg, mert a munkahelyet inkább tényleg arra, hogy most boldog, békés karácsony kívánjuk mindenkinek. Ákos, meghitt szeretetteljes karácsony kívánok. Borzasztó gyerekek, én alig tudtam felkelni. Ez annyira rossz érzéssel töltött el tegnap óta ez a 30 fokos karácsony, és ugye Ani meg itt reggel pakolgatta a kis fát. Mi próbáltunk a felével ebből kimaradni, tegnap küzdöttünk egyébként nem tudom, én nem kaptam például karácsonyi csomagoló papírt, úgyhogy bementem lejmolni egy ilyen kis virágboltba, kértem egy ilyen akármit, amiben a virágokat csomagolják, úgyhogy nem tudom, hogy ez ti hogy oldottátok meg. Tőlem is azt kérdezték, hogy a bordó nem lesz jó? Mondom, ha nincs más. Még nincsenek a boldog erre felkészülve, igen. Na jó van. De az biztos, hogy mi leszünk az elsők az országban, akik beiglit eszünk. Az szerint tuti. Tehát nálunk előbb senki. Senki nem evett beiglit. Jó van, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk. Mm-hmm. Így karácsony előtt közvetlenül. 2-1-re elmentünk? Igen. Ja, mert tegnap nyertünk, így van. Na, hát ha valaki játszana velünk ebben az ünnepi különkiadásban, ám legyen. Jó, várjuk az SMS-eket. Írja meg nekünk, hogy játszana velünk, hogy tudjuk, hogy ő is itt van, hallgat minket, fent van, és kihívna bennünket egy ünnepi játékra. Karácsony, ide vagy oda, mi azért nem leszünk egyesek senkivel. Nem? Hát persze. Nagyon szükségünk van arra, hogy megnyerjük ezt a helyet. Persze. Minden tudni. Minden nyerni akarunk, és mindent be akarunk húzni. Ünnep, ide vagy oda. Úgyhogy lehet nekünk írni SMS-t. Jó, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hírek a Klassz FM-en. Meleg karácsonyunk van, holnaptól viszont lehűl a levegő. Janitól nem lehet nem karácsonyi hangulatba jönni, de úgy tűnik ez ma még azért várat magára. 10 és 18 fok között alakult az éjjel a hőmérséklet, elég változatos az időkép térképe. Délután még 30 fok is lehet, de holnaptól elkezd lehűlni a levegő. Ez még karácsonykor is erős. Tehát ez kikérem magamnak, de tényleg. Szóval ez nagyon kemény. De én a pulóveredet kérem ki magamnak. Hát akkor megérkeztem én is. Akkor felvettem a rénszarvasos pulcsikámat, behoztam. Hát azt mondtad, a karácsonyozunk, akkor a legnagyobb közhely a rénszarvasos pulcsi. Az a pulcsi, az annyira észventúra, hogy azt el nem tudom mondani. Ez nagyon rossz. Csak azt kell még egy terméskő kandalló, zoknikkal, komolyan mondom. És aztán menjünk Eszpenbe. Így van. Majd mindjárt csinálok magamról egy portot. Meggyújtsuk meg a pukinkat. Nem menekül. Zsűl, hát. Várjál, mögötted ott van a dekoráció. Úgy, igen, így, ezt lesz, benne úgy, legyen. Hogy az? Nem, meg is vagy. Zsűl, hogy kimenekül. Mi van, te már nem akarsz ott lenni a fotókon? Persze. A karácsonyi fotókon? Majd amikor az ajándékokat osztjuk, akkor meg az első sorba túl leked. Igen, akkor meg már gyújtogatod a kis kezecskédet, hogy ajándék. Na, Jani, kérdez egy hallgató, most szükség volt erre? Most ez kell. Szeretetre? Igen. Ja, mármint a zenére? Arra. Gyerekek, hát most tessék. Ott én is akkor. Egy picit meginoktom. Az nagyon kemény. Tehát az azért valakit börtönbe kéne juttatni ezért a zenéért, tényleg. Tehát, hogy ez, de csak ilyenek lesznek, úgyhogy csak ilyenekkel készültünk. És szerintem, hogy meghallanak, hogy hány eurót, hány dollárt, hány fontot keresett vele az illető, akkor biztos leülnék a segítségünk, és azt mondanak, hogy basszus. Jeló, igen, beteg zenekar, ez van a másik. A Rész című, az ugyanerre a sémára ráhúzták, arra emlékeztek? A Rész című darra, az ugyanez. Igen. És mégis zabálják mindenütt. Becsokizok, igazi állatok vagytok. Osztrák kolléga lesi hülyén a rádiómat, azt hitte CD-t hallgatok. Ez az adjatok nekik szeretetet, békét, boldogságot. Szóval Jani féle erőltetett karácsony, srácok, ez nem én vagyok. Én nem. Próbáltam, az a baj, nem tudtam leszedni sajnos olyan minőségbe, mondjuk Limi Kilmistert, meg Alice Coopert, meg Ronnie James Dio-t, meg ilyeneket, sajnos, hát ez ilyeneket nem rakják jó minőségbe, és nem akartam titeket elborzasztani néhány 128 kilobit per szekundom, igen. Szörnyű. Lehet, hogy süt a nap, de ráz a hideg ezek, tudod. Hát gyerekek, írj egy hallgató, olyan pont, mint Kaliforniában. Ilyen a nyári kari, toljátok fiúk, írj rokkom. Jaj, féltek, ez egy ilyen kísérlet, megnézzük, hogy sikerül-e valójában ünnepi hangulatba kerülni. Így van, kimozgatunk benneteket egy picit a komfortzónátokba. És aki nem tudott róla, hogy ugye ma karácsony lesz, ez meg mi?
Csak ennyit ír. Hát ők meg jó fej. Ti örültek vagytok, itt ülök a vonaton, Sopron-Bécs között hallgatlak benneteket, az a baj csak, hogy nem nevetettek hangosan, mert engem is örültek néznek. Milyen fura világ, hogy röhögsz egyet a vonaton egyedül, és már hülyének néznek, nem? Na jó, van, megnézzük, hogy ki a játékosunk, jó? Mert hogy már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Hányja úristen. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok. Hello. Hello, Rena. Rena, ez Renének egyfajta átváltoztatott becenevre, vagy mi a Rena? Igen, 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 igen. Igen, de akkor Renit nem szereted, gondolom. Nem, nem. De inkább a Rena. Igen, igen, igen. Gyerekkorodba hívtak Renének, azért utálod, vagy miért? Nagyon sokat, igen. Mindig azt mondták, hogy Reni, Rencsike, és azt úgy nem, nem szerettem. Akkor felnőttél, és mondtad, hogy bosszút állsz, és most már csak Rena. Honnan hívtál minket? Hát én most Pilisztentivánon vagyok. Na, és mit dolgozol, vagy mit csinálsz? Hát itt egy autóiparnak gyártunk alkatrészeket, de amúgy meg Lányvári vagyok. Lena, aki Lányvári, de most Pilisztentivánon dolgozik, autóalkatrészeket gyárt. Jól van, oké. Nehéz ilyenkor már bemenni ünnepek előtt, nem? Ja, igen. De hát karácsony szent napján is dolgoznak, 24-en. Milyen gyár ez, hogy még karácsony napján is tényleg dolgozhatok el? Miféle kegyetlenség ez? Lena, kivel játszanám? Hát veled, Balázs. Igen, de hát én játszottam tegnap, persze ez nem baj, csak jelzem, hogy majd jó formában vagyok, úgyhogy... Nem baj. Van valami oka, hogy velem, hogy már játszottunk, de most visszavágó, vagy... Még nem sikerült játszani egyszer, meg az igazság, hogy most írtam először, úgyhogy nagyon meg vagyok lepődve. Na, látod? Közben élek, hallgatok, hogy Kőbányán már esik a hó, úgyhogy, úgyhogy abszolút ideje volt. Jó is lenne, jó is lenne. Ah, jó lenne egyébként, ha lenne havunk, igen, persze, nem most nyilván. Oké, na figyelj, hát akkor esünk egymásnak, jó? Rendben. Aztán meglátjuk, mi lesz, Jani. 3, 2, 1, fire. Na, el is indultunk. Izgulsz picit, azt hallom? Nagyon, nagyon borzalmasan. De miért? Attól félsz, hogy kikapsz esetleg? Természetesen. Túl jók vagytok. Szoktál játszani valakivel? Vagy gyakoroltál? Itt vagyok. Ja? Szóval gyakoroltál valakim? Vagy ez spontán ötlet volt, hogy ma reggel Spontán voltak. Uh-huh. Ilyen véletlen gondoltam, megpróbálom, hát ha sikerül. Ha meglátjuk. Na mesélj egy kicsit, mi a munkád pontosan? Mit kell csinálni? Autóalkatrészeket gyártunk. Az oké, de hogy mit csinálsz te azon belül? Hát én most motort szerelek. Motort szerelsz? Igen. Oh, Tünk. Jó van. Azt hittem, már nem tudom belőled kiszedni. Nagy csata volt, fél percig bírtad. Jó, az eleje is véleményes volt azért, de... Tartottad magad, kerülgetted a kérdéseket, de fél perc után be kellett, hogy daráljalak. Rena, pedig jó voltál, csak elizgultad. Igen, nagyon. Na igen, mert pedig kitartottál. Gondoltam, ha az elején nem sikerül, akkor mondom, ez már megvan, már ügyesen kerülgeted a csapdákat, már nem tudom kiszedni belőled. Hát így jártam. Hát igen, sajnálom. Majdnem meg volt ki, fél perc kellett volna. Nem hiszem el. Bizony. Legközelebb, jó? Ha lesz legközelebb, vagy még adásba tudsz kerülni, akkor játszunk, oké? Okay? Jó, rendben, köszönöm. Jól van, ne haragudj ezért, puszi. Szia. Sziasztok. Ciao, hello. Gyerekek, ennyi, menetelünk. Menetelő. Figyeljetek, az év utolsó hete, ugye, hiszen karácsony, a 24-e, a két ünnep között mi nem szoktunk dolgozni, és ezt is megnyerted. Hát ennyi gyerekek, hát menni kell, hát menni kell előre. Hát ez a kőkemény profizmus, az érzelmeknek nem szabad még ilyenkor sem dominálni. Igen. Basszus, bekapcsoltam a rádiót, és pánikba estem a zenétől, hogy még senkinek nem vettem semmit. Na, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, jó? Egy picit kevesebb jön ma reggel, nyilván karácsonyban is ilyenkor már kevesebben vannak az utakon. De azért, ha még valaki már indult munkába, akkor írja meg nekünk, jó? Hogy mit látott, mit tapasztalt, milyen az ünnepi forgalom, és egyáltalán hányan vannak, hogy utakon, hol van baleset. Mendét rendbe tettük-e? Mendéről jött valami hír, hogy ott most valami 8 rendőr van kint, de az lehet, hogy valaki kamuzik,
azt nem tudom. Ráadásul a téli csapadék ott is azért még odavágott. Így van, orvos egy csökkentítás. Hú, és mondjuk lassan, óvatosan tényleg. Így van. Főleg mi? Akinek nincsen téli gumia. Hát, az meg a másik, hogy aki eddig nem tetette föl, azt ne gondolkozó, úgyhogy decemberben már nem tetettem föl, tessék föltetetni. Jó? Tehát tessék rendesen föltetetni. Inkább a hólánc, mint a rablánc, tudják. Jézus úristen. Mendéről eltűntek az autókkal a legjobb karácsony ajándék. Na, hát most mit akkor szóval? Akkor mégis elintéztük. Karácsony szervejön továbbra is fenntartom, hogy a csapcserét komolyan gondoltam. Mert milyen csapcserét? A csapcserét. Hát elmesem, most már nincs ide elmesem, hogy gyertem. Azon gondolkodom egyébként, hogy Mendén, Józsi a CBA-ban most tolat, szerintetek forralt bort? De, ja, a polgi? A biztos, hát a pecsenysütő mellé biztos, hogy árulják a forralt bort, igen. Oké, na jól van. Hát akkor írjatok nekünk, hogy mi a helyzet az utakon. Jó. Jött egy SMS, ez fontos. M3-as bevezetőn torlódás van, mert Rudolf patát cserél. Úgyhogy hasonló közlekedés gyerekre is számítunk. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk. Boldog áldott karácsony. Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét. Angyalka száll házad felett, hogy áldott legyen az ünneped. Hát de szép! Nem meséltél még az adventi vásáról, mi nem jutottunk ki az idén, milyen volt. Nagyon szép volt. Szép volt? Szép volt, minden évben most is nagyon szép. Nagyon sok rendőr volt. Hál' Isten vigyáztak ránk. Mi Győrben voltunk ugyanaz, mint tavaly. Nagyon szép volt, nagyon kell, jól csinálják egyébként, oda szoktunk így mindig évente menni. Lengyel Józsival is találkoztam, ugye, tortaszalomból. Nagyon volt, köszönöm szépen, megint a meglepiket. Már vártam. Egy egész dobozzal kaptam most is tőle. Hát, vagy 20 darab sütit, amit tudtuk megenni. Köszi szépen, Józsi. Jobbnál jobb, mi? Ide egy hallgató, először kételkedtem, a karácsony van, de bementem egy CBA-ba, és üresek a polcok. Ugye, mert halljuk, hogy mi történik a CBA-ban. Sajnos. Szóltam a siófogi hitet, jó, hogy már most kitehetik a csokimikiket. Hallgassák csak, és felmutattam, hogy a zenére. A Vamp Chris, a Last Christmas, az nem nagyon kemény gyerek. Nem lőtt ki még el mindenhez. Igen. Azt mondja, hogy eddig csak sejtettem, de a mai naptól már tudom, hogy biztos, hogy nagyon betegek vagytok. Komolyan mondom, ettől a zenétől olyan karácsony hangulatom lett, hogy hívtam a Providentet, és kölcsönt vettem fel az új 4K-s tévére. Karácsony ajándékként írt egy másik hallgató. Azt mondja, hogy ne haragudjatok, de ünnepekkor adakozóbbak vagytok a játékosoknak és a hűséges hallgatóknak is, még nem érzitek át igazán a karácsony hangulatát. Azért ma még lesz 3 játékunk. Bizony. Tehát, hogy azért ne rohanjunk annyira előre. Igen. Azt mondja, hogy ezt adjuk adásba, amit írtál. Jó, próbáljuk meg felhívni, ez jó sztori, ez mondja el. Hát el tudja nekünk mesélni. Azt mondja, hogy vannak azért közlekedési hírek ennek ellenére természetesen, hogy ma kevesebben vannak az utakon, hiszen ünnep van. De nagyon kevés közlekedés. Igen. Tehát ebből látszik, hogy az emberek elkezdtek. Csend, a hóhelyzet sehol nem. Egyelőre nyugi van. Idén sincsen sok hó, úgyhogy ne tényleg nem kell attól félni, hogy át kell ülni másik autóba emiatt. Igen. 3 hónapig aludtam, már december lenne, úristen, furgonos Lacika küldte nekünk. Igen. Basszus, ez jobb, mint a Road to Hell. Áldott karácsonyt. Igen, egy kis rá, milyen jó kis hangulatos karácsony zenét varázsolt nekünk. Igen, nincs nagy kapkodás benne. Esik az eső, vezet hazafelé, és mész karácsonyozni egyébként. Jó. Jó kis mondja majd, hogy jogdíj ilyenkor, ezért. Van, aki még nincs karácsony hangulatban, a gyerekek, tökön szúrom magam. Ne csinálj ilyet, lazulj. Itt egy hallgatom, halló, jó reggel, ciao. Zsolti, hello. Hello. Na, hello, mi történt? Csak hogy ide illik az, amit el akarsz mesélni. Én megyek, most a Magyaróvár, a Debrecen irányába az M3-ason, amire hallgatnak titeket. Kamionnal megyek, kamiont előzni tilosba. Megállít a hatóság 2 villogóval, abban a pillanatban azt sem mondja, jó reggelt, semmit. Azt mondja, uram, ez 30 000-be kerül. Mondja neki, uram, hát micsoda? Azt mondja, hogy előző külösbe előzött. Mondja neki, uram, ne üveskedjen. Karácsony van, hallgassa a Morning Show-t. Mondtad neki? Tényleg?
persze, azt mondja nekem, hogy ember, mi baja van magának? Ha neki, hogy karácsony van, azt mondja, ránézett, azt mondja, na jó, van, takarodjon én. Komolyan mondod, hogy megúsztam 30 ezeret. Nem mondod komolyan. Isten bizony, hála nektek. Na, látod? Hát... Jánosnak igaza volt, érdemes egyszer egy előkarácsony kipróbálni, hogy milyen szeptemberben tud az ember karácsony hangulatba kerülni, és látod, elengedtek a rendőrök, mindenki mindenkinek barátja, ölelgetik az emberek egymást az utcán. Hát az egyébként kőkemény Jardoknak a szívét is megérintette a szeretet ünnepe. Lehet, hogy érdekeztek, nem mondtam, hogy hallgasson titeket, én is azt hallgatom. Persze, hát te tekerje fel a rádiót, hallgassa a karácsony zenéket, nincs rendőr, aki ne lágyulna el egy Kriszre a Driving Home for Christmas című remekbe szabott kis dalocskájára, úgyhogy jó van, és akkor elengedtek, de mi volt a vétség egyébként? Mit csináltál? Kamionnal előzött elő. Kamionnal előzött elő. Kamionnal előzött a tilosba. Hadd szóljon. Várjál csak, Zsűl csinált egy fotót a rénszarvasos pulcsimról közben, mert hogy itt vigyítok ebben. Mondjuk okay. Az 50. ma reggel fotóban. De... Igen. Zsoltikám, örülünk, akkor megúsztál 30 ezeret. Köszönjük a rendőröknek, nem mondjuk be, hol volt a dolog, direkt, de csókoltatjuk őket, puszi neki. Ciao. Hol látsz, remélem van nálam. Hol látsz, van? Megvan. Szuper. Figyeljél, jó. M35-ös 30 centis hó, még a hótoló mostár be böszörmennyinél, úgyhogy messze vagyunk még. Az utak járhatatlanak, hol kotról sehol. Persze küzdünk, hogy eljussunk az Ovi-ba a pici fiamban. Na, látod, kezdenek. Karácsonykor ne vidd már Ovi-ba. Igen. Mi történik a CBA-ban? Kérdez egy hallgató, talán ő ott van most. Én azt hallottam, hogy a kelet-magyarországi zárnak be, mert hogy valami beszállítójukkal van valami probléma. És emiatt nem tudnak árut teríteni, és Kelet-Magyarországon bezárt az összes CBA, de hogy ez az ideiglenes, hogy végleges, nem, összes, nem, hogy sok bezárt, azt olvastam Kelet-Magyarországon. Valami beszállítói problémájuk van, de nem ástam bele magam nagyon a hírbe. Csak mondom azoknak, akik most tőlünk kérdezik, hogy ne induljanak el, ott most azok zárva vannak. Igen. Ákos híreit figyeljétek. Így van. 80 üzlet polcai maradnak üresen, ahogy látom itt a hírek alapján. Na, Jászberény felé a 32-es út akadálymentes, jó járatom, most ment el mellettem egy hókotról, boldog karácsony, magkezd, köszönjük szépen. Amikor meghallottam a karácsony zenét, azt hittem elaludtam, a lányom nem be sem áll a szája, mit kér karácsonyra. Most hallgathatom hónapokig. Hát ez az. Bizony. Ez az. Hát ez van. Igen. Na, na, csaptelep, elmondjam. Á, csap, mi van a csappal? Tényleg segítsetek, hogy ez szörnyű, traumatikus élményem volt tegnap. Megvettem ezt a csaptelepet, ráadásul nem olcsón. Uh-huh. Tehát, hogy ez most, ez eleve fáj. De ne is hány, igen, főleg azért, mert Jani egy perc alatt talált egy 30 és 40 ezer forinttal olcsóban. Aztán a Viki még olcsóban. Igen, aztán a Viki talált még olcsóban. Ami a lényeg. Kihívtam egy vízvezeték szerelőt, aki nekem benne volt a telefonomban. Én nem tudtam, hogy ő ki, nekem mindig úgy van elmentve, hogy ház, redőnyös, ház, vízvezeték szerelő, ház, gázos, tudod, hát csak ott hívod. Ugye, Baláskám, estére ott vagyok, 5 órára. Hívom, jön, megérkezik. Furán méregeti a csaptelepet. Egy gyerek álljon ott egyszer törőköszönbe. Nézi a csaptelepet, és nagyon rázza a fejét. Egy. Na, mondom. Ne ajánljázzunk, csináljuk na, már meg. Na, mondom, ne temessük azért előre, hát ez egy gyönyörű csaptelep. Annyira nem volt drága. Ajja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 j
Hát, hogy be lehet-e azt oda rakni? Na, állj még egy pillanatra. Állj meg egy pillanatra. Mondom, mi az, hogy be lehet-e rakni az eredetit? Hát, hogy kompatibilis-e? Mondom, mi az, hogy kompatibilis-e? Általában, ha lecserélsz egy zuhanyfejet, azt ugyanúgy ráhúd teszed a másikra. Ha lecseréled azt a kis, nem tudom, azt a kis zuhany, nem tudom, nem rózsát, hanem ugye a magát a, mi az az a cső, ami a csövet, akkor betekersz egy acélcsövet, műanyagcsövet, általában ez kompatibilis. Ha leszerelsz egy csapot, felszerelsz egy másik csapot. Ha leszerelsz egy fali csapot, oda, aminek két bemenete van, ugyanolyan. Ráadásul ez ugyanaz a márka, ugyanaz a típus. Nem, ez ugye az R betűs, és nekem más volt, nekem a G betűs volt. De mondom, hát nagy baj nem lehet. Fölmegy, én nem mentem utána, nem mertem utána. Ajaj, ezt csak hallottad. Hallom ilyen. De kár én! Várja, én ehhez nem merek hozzányúlni. Ajajaj, mondom, nem, mondom, ez megígértem, mondom, ennek. Ő ez nem mer hozzányúlni. A csavarhúzóval feszítsünk alá, ugyanis ugye ez egy álló csaptanám, kád mellő jön ki, és ez ugye le van burkolva, egy ilyen kis, hát egy ilyen hát fém, takaró, ilyen kupak. Mondom, akkor csavarhúzót ide feszítsük föl. Csavarhúzót felviszem neki, ha én is látom, hogy nagy a baj, és a csavarhúzó másik végével, nem az éles részével, hanem a nyele része elkezd így ütögetni. Mondom, ravasz, így szedjük föl a palacsintát is a serpenyőből, hogy alá, egy kicsit megkopogtatjuk. Jó, hogy őt hívtam. Fölszedi azt a cuccot, nem merek oda nézni, és hallok egy ilyen nagyon nagy sóhajtás, majd azt mondja, most van a baj. Hogy de szeretem ezeket. Balázskám, hozza már fel azt az új álló csaptelepet.
cipelem föl, ez egy rohadt nagy doboz egyébként, olyan, mintha vennél egy ilyen pingpongasztalt összehajtogatva. Fogója van a doboznak, vagy mint egy ilyen kempingágya. Egy ilyen szélerőmű lenne, mert csak kempingágya, fölcipelem a csaptelepet, megyek így szintesen. Mondom, nincs baj, és én tartom a lelket a vízvezeték szerelővel. Meg tudjuk csinálni, mester. Semmi baj, mester. Megoldjuk, mester. Mondom, nincs itt semmi baj, mondom, nem kell egyből megijedni. Hát, nincs itt olyan problémát, maga ne tudja megoldani. nincs itt semmi baj. Én barom, széttéptem a dobozt, mert annyira ideges voltam, hogy ugye nem szedtem szét, hanem ez egy rohadt nagy ilyen karton doboz, kicsit megtéptem, azért elkezdtem kicsomagolni. És kiderült, hogy nekem a régi álló csaptelepem, annak olyan a bemenete magába a csempébe, vagy hát onnan ugye kijön a víz a kád mellett, az éle, igen, hogy a pereme. Az kerek. Az kerek. És ez pedig? És ez pedig teljesen más, ez négyszögletes. És nemhogy nem kompatibilis, kilométerekről ordít, hogy a büdös életbe be nem rakod azt oda. Jó. És rá van írva, egy nagyon elkeseredett, csomagolással együtt veszünk vissza. Egy nagyon elkeseredett vízvezetékszerelő rendes kis rák által varrott kis nadrágocskával, amit ugye a kisvakornak is a rák varrott, áll egymásra borulva, könnyes szemmel, 10 percen keresztül álltunk egy ilyen lyuk fölött, és bámultuk, hogy lehetnek ennyire rohadékok, de tényleg. Tehát ha te egyszer megveszel egy ilyet, a büdös életben nem tudsz mást venni, csak olyat, ugyanis nem fér bele. És nem tudjátok átszabni a lyukat? Nem tudod átszabni. Kis lesz a marmorba idegvágó. Egy ilyen kráternyi lyuk tátong a fürdőszobában, hogy felszedtük ezt az egészet. Betenni az ujjat nem tudjuk. Mehetek vissza könyörögni, bocsánat, tessék, egy eredeti csomagas. Megvan, csak kicsit van sírva. Rohadt nyomorultul fogod fél 11-kor állni ebbe a szaniterboltba, kétségbe, hogy vegyék vissza ezt. De nem azért, mert hogy szereztem, hanem mert egyszerűen nem jó. Tudtátok, én tényleg nem vagyok egy nagy szaki, én ez nem értek. De hogy lehet ilyen aljas módon megcsinálni egyet? Az egyiknek négyszögletes a bemenete, a másiknak meg kerek, és a büdös életben nem tudsz berakni egy olcsóbbat, ha szeretnél, vagy másfajtát, vagy más minőségű, amit az előző tulaj neked ad a bevásárolóba. Az kész. Azt kell oda neked berakni. Egyébként, ahogy mondod, a zuhanyfej cserélhető. Hát minden kompatibilis mindennel. És ez meg nem. Tehát azt várja, valahogy berakják. Be. Ez berakja, hogy vágott egy kört ugye valahogy a csempébe, és ezt lesülyeztette, vagy először rakják, és aztán körbe. És négy szöget vágni, nem lehet mi. Sansz, ott konkrétan betont kell bontani, meg minden. Jézusom. 10 percet vigasztaltuk egymást. Ittunk két unikumot, egy pálinkát. Köszönöm, mester. Mondom, akkor nézzük végig a többit. Ha már messziről jött mester, hogy minden rendben van, nem mondta, hogy minden rendben van, majd. Egyébként nagyon jó fej volt, mondta, hogy hát ezért ő nem kér semmit, meglapogatta általamat. De rendben. Igen, sok sikert. Csak Balázs. Nem kérde sok sikert. Hívjon aztán, ha szükség lesz, nem? Nézem ába, kérte kádba. Nagyon várjuk már. Azt mondta, nem kérek pénzt, elég sokba fog ez magának kerülni. Akkor biztos, hogy ne jöjjek fel a hőlékbefúvóval, meg a két bilincsel, mert meg tudom oldani, csak akkor ide lesz, majd támaszba az oldalának a kárnak. Vagy nem olyan szép, de jó. Én a meleg vízim belőle. Na most tök komolyan kérdezem, van-e olyan, hogy az ártatlanság vérelmen? Tehát van-e olyan, hogy a vevő úgy hülye, hogy ő egyébként nem rossz indulatból akarja, mert nem tetszik a színe visszacserélni, vagy visszakérni az árát ennek a csaptelepnek, hanem azért, mert nem kompatibilis a csatlakozása. Meg kellett volna nézni előre, Sebestyén úr. Ezért egy autót veszel, érted? Hát könyörgöm, hát legyen már kompatibilis legalább az a rohadt csatlakozás. Ezért tételezi fel az eladó az alaposságot, mert nem 3000 forintért vettél, hanem sok pénzért vettél csapot. Igen. Úgy kellett volna oda menned, hogy tudod, hogy milyen a lyuk. Egy hónapja a családom lavorban fürdik, érted? Mert hogy konkrétan nem lehet hajatva se a kárba. Első vizet melegítünk. Érted? Hordóba melegítjük a vizet, és a hátamon kiskulacsba hordom be, hogy a gyerek tudjon fürdeni, érted? Mindent a családért, érted? Én lavorban zuhajzom, csak a családnak legyen jó, és vízforralóval öntöm a kádba a vizet, de most még ez is. Tudva, hogy mennyibe került a csaptelep, olcsóban megúszhat, ha veszel egy új kádat. Csak én nem vagyok kijelve, hát még valahogy a vizet a kád elől ki kell hozni. Nem lehet valahogy a kört négyszögisíteni, tehát nincs valami matematikai, egy univerzális megoldás erre, hogy csinálunk a körből négyszöget. Hát, az nincs, egy jó reszelő kell hozzá, és akkor szépen egyébként a sarkokat. Egyébként tényleg rohadt dolog, azt gondolom. Az. Tehát, hogy csináljanak olyat, hogy te bármilyet tudjál venni, aha, nem? Igen, hogy legyen, ez ugyanaz, mint a telefontöltők. Azt is miért nem lehet egységesíteni, szabványosítani? Ezt is, de nem? De tényleg, az is így van, mennyi bőrt húzott le rólad. Srácok, jó, van ilyen, hogy a vevő hülye és visszaviszi? Tehát ilyen van. Ilyen van, csak nem cserélik vissza. Akkor mi van, a jó indulat? Tehát maximum az, hogy igen vagy nem.
így, hogy most nincs meg az eredeti csomagolás. Nem mondjuk, hogy nincs meg. Ja, megvan. Tehát, hogy megvan az eredeti ezt csomagolás. Én kikérem magamnak. Csak egyedi, néz ki. Egyedi. Igen, egyedi csomagolás volt. Picit a karton doboz olyan voltam, mint egy lelkes igen. gyerek, aki kibontja a karácsony ajándékot, egy picit, na hát sérült a karton doboz. Xbox, Xbox. Aztán pulcsi. Nem, nem, aztán rénszarvasos pulóver. Hát... Szóval? Nehéz ügy. Hát szerintem ott nagy-nagy jó indulatnak kell lenni. Hogyha van neki... De ma karácsony van. Ja, még az is igaz. Na, hát ma úgy megyek vissza, hogy ma karácsony van. Halló, 24-én zárva vannak. Ja, az is igaz, nincsenek nyitva 24-én. Basszus, karácsonykor nincsenek nyitva. Ti mondd azt, hogy pont ugyanilyet vett az anyósod. És nem lehet megsérteni azzal, hogy visszaadjátok. Kettő lenne belőle, mit csináljuk a másikat? Hozzá már be azt annak biztos, hogy jó csomagolás. Nem, mert mint a terméddalap volt. Bemutató terméddalap, azok meg már nincs meg a csomagolás. Na mindegy. Hát mindegy. Szóval, hogy jaj, úgy szittem magam. Én ezekben annyira béna vagyok. Basszus, nekem nem, ezek nem mennek. Na, hát de egyébként erre ott van a vízszerelő, erre ott van a gázszerelő, mondja meg, mit kell menni. A saját van, mindenkinek a saját szakmája. Egyébként hát én ehhez nem mennénk. Értek, hát hülye vagyok. Figyelj, csak most kend rá a boltosra. Ne, menjek oda és kenjem rá. Igen, hogy meg... Visszahoztam a boltot, és tudja, ki tehet maga? Maga! Azért meg maga nem kérdezte róla. Aztán Balázs, milyen magának a lyuka a kádon? Nem kér, megkérdezte? Megkérdezte, hogy milyen lyuk van a kádon? Vagy négyszög? Nem kérdezte meg, nem, ugye? Nem. Ugye, hogy nem. Hát kérdezte. Akkor ki a csak hibás? Ment a jópofáskodás? Ugye, csak aranyoskodunk, meg megrendeljük. Olyan régóta nézem már a műsorait, úgy szeretem. Ez most egy megbeszélt stratégia, hogy keményre váltunk, mert igen. Akkor megyek veletek csak ettől, lehet, hogy most esek el a visszacserétől. Nekünk semmi sem elég drága. lehet, hogy most bukom el a cserét, érted? Hogy agresszívra, keményre váltottunk. Hát nem kérdeztem. Tehát az eladónak kellett volna megkérdezni, hogy Balázs nézzen utána, nehogy baj legyen aztán, hogy milyen csatlakozó jön ki a földből. Látja, mert mutatom, van a négyszögletes, uh-huh. meg a kör. Az öné milyen, Balázs? De szép kérdés, mondtam volna. Így van, hazamegyek, megnézem. Ne tovább, hazamegyek, megnézem, visszatérek. Uh-huh. Így. Egy szó, nem több, ne szálljon el fölöslegesen. Itt se vagyok. Egyik lábam, itt a másik. Mondtam volna ezeket. Hát, egyébként tényleg, lehet, hogy egy... Most azon gondolkozom, hogy eszkábálok valamilyen ilyen házilag gyártott alumínium átalakítót. Nekiállok egy ilyen félig fröccsöntött műanyag átalakítónak. Egy lemezvágó ollóval. És eláztatom a szomszédokat, a fürdőszobát, mindent. Hát. Szóval komolyan mondom, kikérem magamnak, de tényleg, szóval, hogy ilyen szemét aljas módon, de nem az eladót mondom. Ne, a karácsony van. Ja, tényleg a karácsony van, akkor nem mondjuk ilyeneket. Maga a gyártó, hogy nem beszél össze a másik gyártóval, és mondja azt, hogy figyelj, ne szívassuk őket, legyen minden kompatibilis mindennel. Uh-huh. Nem? Ez lenne a normális, de hát... Gondolkoztam egyébként, hogy hány embernek hány vacka heverhet úgy valahol, hogy megvette, de az ég egy adta világon rájött, hogy semmire nem tudja használni, de viszont nincs szívet kidobni. Én azon gondolkoztam, hogy nem nekem ezt a gyönyörű csapterpet nem lenne szívem kidobni. Ez valószínű ott várna az idők végezetéig a garázsban valamire. Vagy odaadnám valakinek, ha kell. De hát, ha vala hallgatók ezt valaki, akinek négyszöges kéne, és a főre van otthon. Hát, ha találunk egy hallgatót, aki vett egy kör alakút, igen. És elcserélni esetleg Nem tud betenni máshova, mit a garázsban nem kell egy ilyen uh-huh. csaptelep, vagy a mit a gyerekszobába közétre szépen útnak. Igen, aha. Két gipstukó oroszlánnal, egy műmárvány ugrómajommal, és berakom esetleg a szoba közepére. Felfelé fordítva a kertbe ivókútnak. Egyébként komolyan elgondolkoztam rajta, hogy egy ilyen sima meghajlított, nem tudom, ilyen félú alakú csapot mi az Istenre tudsz használni? És hát nem beszélek azért arról, hogy Azért ilyenkor szörnyű ám a feleséged elé állni, és ilyen, tudod ilyen, amikor úgy van veled együtt, hogy közben kicsit tudod, úgy sajnál le, és úgy pislant rád kettőt, hogy úgy érzed, hogy... Ráadásul ott áll besamponozott haja. Három hete. Jött az, hogy végre három hónap után hajat mosad, érted, besamponozta haját, meg se kérdezte, és nézett rám, kérdezte meg el a nappaliba, hogy akkor ugye kész van az új csapterep. És hát azért ilyenkor a nők nem kegyesek, na, szóval azt kell mondjam, hogy ilyenkor úgy érzed, kaptál, hogy nem vagy jó semmire. Na. Otthon volt az esetnél, vagy később jött? Nem, ez egy ilyen fél meglepetés lett volna, hogy mire hazajön, és addig azt mondom, bekötöm a szemét, felbukdácsolunk a lépcsőn, elesik négyszer ott a gyerekrácsba, de én berángattam a fürdőszobába, és azt mondom, hogy nézd meg, drágám, ilyen férjed van neked. És most bement, és egy rohadt nagy lyuk tátongott. A régi sincs már benne. A régi sincs már benne. Néha ilyen buzgárszerűen így feltör a meleg víz belőle, néhány hajszállal, meg nem tudom, ilyen műanyag kacsa fejjel, amit a gyerek leharapott, amit így összeszedett a lefolyó. Egy ilyen kellemes, jó illat terjeng, ugye, mert az ott most úgy nyitva van, és azért ott úgy visszajön minden. Hát persze, az évek alatt oda mindenbe. Mondtam, ilyen a te férjed, egy aranyember, nézd meg. Nézd meg, mit csináltad. Nézd meg, mit csináltad a te férjed.
Úgyhogy jól állunk. És a gyerek most a kicsi az a szórakozik, hogy az összes játékát oda tömködi bele. Tehát ez jó. Háborús helyzet van. Kifejezetten jó. Majd na, mondjatok megoldást, okosok. Hmm. Szerintem szóljatok a szemetesnek, hogy hozza vissza a lavort. Nem, már kiöntöttem a gyerek homokozóját, az ott a kerti műanyag homokozóját, és most abba fürdünk. Tehát abba ki van véve most. Nem. A homok, beállítottam a fürdőszobába, és úgy, ahogy ti fürdöttök, mi is taposunk ott benne. Figyelj, szerintem csináljátok, ez most még elég meleg van, hogy szépen tekerjétek össze kint a napon a slagot, úgyhogy tele van a tömlő vízzel. Igen. Napközben átmelegszik, este pedig szépen fölviszed a slagnak a végét, és belenyomatjátok a meleg vizet. És az haját most gyorsan. Meg is van. Gyerekek, megvan a megoldás. Dedikálva megveszem a csaptelepet 160 ezer forintért, írja egy hallgató. Na, nagyon jó. Igen. Ajánljuk fel jótékony célra. Igen, Boltos valószínűleg ezt mondta Bali. Itt ez a hülye gyerek a tévéből, adj neki valami szart. De rohadt drágán. Fogasnak nem jó. Jó az ötlet, fogasnak egyébként tök jó. Hát ahogy ír azért. Annyi, hogy kicsit bevered a fejed az előszobába, mert olyan hosszú, de egyébként fogasnak nem rossz. Felének otthon a húskampónak a kamrába. Arra se jó, hát ahhoz egy darabot. Két öregnek a műsorba sétabotnak. Ja, tényleg. Gyerekek, megvan a megoldás. Sétabotnak ott. Ez is sétapálca. Ezt kellett volna behoznom ma tényleg. Igen. Nektek, akit húztam. Milyen hát az nem nagyon fér az 500 forintba, csak mondjuk mondom. Az nem fér bele az 500 forintba, de milyen szép ajándék lett volna. A végére egy ilyen gumiütközőt, tudod. van egy megoldást kínáló emberünk itt valában? Haló! Hello, sziasztok! Hello, Zsolt! Figyelj csak, Balázs! Kellemes ünnepeket először is. Viszont meg kívánom. Boldog békés karácsony. Kellemes magömlést. Na. Mi a helyzet? Hulladékfém díler vagy? Nem egész. Fogasboltban dolgozol? Így van, nem. Igazából most éppen zsírt pakolok egy partneremnél, kenőanyagot, de a lényeg az, hogy dolgoztam 6 évig szaniter üzletben, és mondod itt, hogy fölvettétek a... Jó. Közben itt beszélek a partnerem. Ja? Fölvettétek a vízes emberetekkel a csempéről a takarót. Na most a kör alakú volt eredetileg a csapodnak a szára, vagy az eredeti igen. Csapod henger alakú. Na most minden csapos kötés vagy félcolos, vagy háromnegyed, de inkább félcolos és kör alakú, mert ugye szögletes menet nincs. Ez ideig oké. Okay. Igen, de... Na igen, az új csapod szögletes, na most nem az a lényeg, mivel nálad álló csaptelep van. Igen. És valószínűleg az eredetileg ez úgy lett beszerelve, hogy nem emelték meg a szintet, és rá lett burkolva, szint alatt van a csapnak a kötése. Így van, szint alatt van, nagyon jól látod. Így van. Léteznek ilyen csaptoldók, létezik krómba és létezik bronzba. Teflonszalag megfelelő hosszúságú csaptoldó, hogy felemelje a padlólap szintjeig ezt a bekötést, és gyakorlatilag utána rá köti magát ezt a négyszögletest, és biztos, hogy van hozzá takaró rózsa. És akkor el van takarva, és nem kell bontanod, nem kell bombázni. Egy ilyen bronz bekötő hosszúságtól függően 500-tól 1500 liter. Igen. Aha, azért meglátom a képet, ahogy Balázs ott kötögeti a bronzkötőt. Ez megvan, hogy ezt ellopom a bronzkábelt, adon indulunk, hogy mászok van. Majd, hogy a takaró lemez egy 10 centivel feljebb van, mint akár. Jani, te vegyél egy tortát. Nem, az a baj, hogy a takaró lemez is más alakú, és nem tudom berakni a csap és a kát közé, mert ovális az alakja, tehát hogy itt több bonyodalom is van. De jó, meghallgatom, hogy ezt még adáson kívül. Jó? Jó, visszahívlak, és akkor én minden megoldásnak örülök. Vigyázz az utakon, mert írja egy hallgató, hogy tükörjék mindenhol. Jó? Köszi, hívlak, ciao, hello. Hello. Hát ezért ez toldás-foldás nem. Aha. Én mindig szerettem a láthatlanul diagnosztizálást. Jó, oké, drága hallgatók, írjátok meg nálatok, mi az, ami hónapok, évek óta ott hever? Szívetek nem volt kidobni, de mikor megvettétek, akkor jöttetek rá, hogy na ez majd nem fog kelleni, vagy fölösleges volt, vagy az asszony nem szereti, vagy kör alakú helyett ovális, vagy négyzet, vagy kocka. Írjátok meg nekünk. És azóta ott van. A leglúzerebb vásárlásokat keressük, jó? Amikor valami jött vettetek, amit tényleg nem dobtatok ki, de csak azért, hogy a saját lelkiismereteteket megnyugtassátok. Viszont semmire nem tudjátok használni, mert nem jó. Van egy kiváló minőségű forrasztó lámpám otthon, egyszer kapcsoltunk be. Azt hittem, hogy tudok forrasztani, de nem. Én ezekre az SMS-ekre gondolok, hogy ezzel hallgatokra. Amikor azt hittem, hogy tudok, amikor azt hittem, hogy tetszeni fog, amikor azt hittem, hogy majd sokat játszom vele, vagy sokat nézem, vagy sokat használom, azóta nem fogtam a kezembe. Egyik polcról a másikra rakom, egyik helyiség. Pakolom, gondolkodik. Miért vettél forrasztólámlát? Igen, mert gondoltam, hogy majd én majd ott már forrasztatok, hát. Hogy ha esetleg valami érted, akkor nem fogom én ott össze tekergetni csak így a drótokat, meg aztán le szigetelő szalagozni, majd én összeforrasztom. És vettél egy forrasztólámlát? Igen.
egyszer oda kapcsolva. De miért nem adod el? Ez is jó kérdés, ugye? Ez embernek olyankor nincs szíve. Még jó jöhet. Jó jöhet hát, még valamire. Hát, ha még megtanulok. Nyilván, igen. Na jó, van. Oké, várjuk az SMS-eket. Jó, a legértelmetlenebb vásárlásokkal kapcsolatban írjátok meg nekünk, jó? Hogy mi volt, amit tényleg nem tudtatok visszavinni, évek óta ott porosodik, és vár arra, hogy valamikor használjátok, de nyilván nem fogjátok. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez nem katasztrófa, csak karácsony! Cseng a cseng a csingiling a fagon! Kint hull a penyhes, és csendes az ég! Ez az év is kacsacskán véget ér! Mert ez nem katasztrófa, csak karácsony! Cseng a cseng a csingiling a fagon! Kint hull a penyhes, és csendes az ég! Ez az év is kacsacskán véget ér! 3:48 múlt pontosan 2 perccel. Békés ünnepeket kívánunk mindenkinek. Nagyon szép karácsony. Próbálunk, ugye? Kellemest. Megnézzük, hogy működik-e, hogy lehet-e 30-okban karácsonyozni. Figyeljetek, itt János, tényleg azt hiszem, hogy az őrület határán van, tehát girlandokkal feldíszítve a stúdió, érén szarvasos pulcsiban üldögélek, kint felvágva a bejgli. Most hozták szóval meg a zselésszalon cukrodat, amire egyébként annyira áhítoztál, ott van az asztalon, sok a Gárdának az ügyvezető igazgató bejött, és egy doboz szaloncukorral lepett meg minket, és köztük volt természetesen a tekedet. Klasszik zselésed, drága, köszönjük. Köszönjük szépen. Szóval, hogy meg kit ünnepeket kívánom mindenkinek, így egy hallgató, hogy Ákosnak mondjátok meg, hogy nem ez jön össze-vissza karácsonykor, 30 fok kerülgetem, a hókot rógat, ő meg vicceskedik. Boldog karácsony, de ezt Attila küldte nekünk. Nagyon jó üzenetek jönnek egyébként. Ki, hogy próbál átszellemülni, kiben mit váltott ki a karácsonyi zene, a készülődés. Maga a kísérlet... A készülődés. Várj, természetesen mondjuk ezeket a dolgok. Ausztriában furcsán néznek rám, mikor a hegy előtt bontogatni kezdtem a hólácot. Köszi nektek, bejött a főnökön, megkaptuk az évvégi prémiumot. Nagyon jó ez így. Ti nagyon betegek vagytok, ide egy hallgató. Van, aki ugye, valószínűleg hallott a tegnapi adást, vagy amikor kitaláltuk, mi ez a karácsony film? De amúgy jó pofa, szép napot nektek. Laci küldte nekünk. Azt a pont va írja valaki. Hát, ez ilyen. Meglepődtél, mi? Ez ilyen. Bizonyám. Havasi koncert, tehát aki volt, írja meg, hogy milyen volt ez idén. Tényleg, írjátok meg, hogy milyen volt Havasi koncert. Mert most nem tudtam megint elmenni, sajnos. Nem voltunk most Havasi koncerten, írjátok meg, igen. A népszavazáson végül is mi lett, mert én nem emléksz. Na hát olyan régen volt, hogy már igen, két hónappal ezelőtt volt már, október másodikára kiemlékszik. Hát most már december van. Azt már el is felejtettük. Orvos látott már téteket? Kérdezi egy hallgató. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit vett már meg fölöslegesen, amiről akkor azt gondolta, hogy jó, és aztán azóta egyébként ott hever a garázsban, vagy valamelyik polcon, valahol a fiókban eltemetve, konyhaszekrénybe berakva, mert a büdös életben nem tudjuk többet használni. Elmeséltem ugye, hogy jártam ezzel a fantasztikus csaptelep mizériával. És hát vannak hallgatóink, akik azért hasonló cipőben járnak, mindenkit elkap egyszer a vágy, hogy megvegyen valami olyat, amire azt gondolja, hogy az jó lesz majd még valamikor, vagy fogja használni, és aztán pillanatokon belül kiderül, hogy soha többet. Barkácsszakkör az egyik. Barkácsszakkör? Hát, hogy a barkácsoláshoz veszem, mint Jani ugye a forrasztóval, a másik a konyha technológia, tehát ott lehet ilyeneket venni, amit soha az életben nem fogsz elővenni. Soha. Büdös életben, csak azt hiszed, soha. Akkor jó ötletnek. Igen, tűnik. Hogy akkor nagyon jó. Egy kádat vettem és előlapját, csak nem jó oldalit. Persze nem cseréltél be másikra. 3 éve ott áll a pincében, boldog karácsonyt így. A nejem pár éve vett egy porszívót, azt hitte használni fogja. Vaxokkal, fixálókkal mindig megjárok. Látok egy újat, megveszem, de nem jó. Sajnos ezeket nem lehet kipróbálni, pedig jó lenne. Most is van 4-5 darab, amit soha nem használok majd, de nyilván. Drága apusom tanácsára 2012-ben vettünk egy 4 mázsás vaskazánt. Hogy bekötjük, jó lesz az, ha az ukránok elzárják a gázt. Azóta is a 2,5 négyzetméteres kamra közepén van. Nem tudom megmozdítani. Amikor bevittük, még nem volt bent az ajtó. Zsolt küldte nekünk. Azonnal soha büdös életben nem jön ki többet. Az ott marad. Nálam pár éve üldögél szobadíszként egy elektromos hegedű. Igazi rejtély, hogy miért hittem azt, hogy tudok majd rajta játszani. Egyszer megpróbáltam, a macskát azóta nem láttuk. Úgyhogy ugyanitt elektromos hegedű. Boldog karácsony nektek, Judit. Na, én pont ilyenekre gondoltam, ilyen elektromos hegedű. Megőrülsz, megveszed, húzol rajta egyet, rájössz, hogy nyilván antitalentum vagy, semmilyen hangot nem tudsz rajta kiadni, már mint ami ugye nem hamis, és nem nézel felé többet. De nincs lelkiismeretet kidobni, mert azért költöttél rá. Hát persze, nem keveset. Hát nem keveset. Valamikor majd ráfűzöl. Igen. Meg a gyereknek jó lesz. Igen. Hát ha hegedülni akar, hát akkor... Na, hát ezen nem újjon. Itt a hangszervágán. 16 éve állnak a pincében a radiátorokhoz megvásárolt levegőterelők.
10-12 darab, a férjemnek nem volt érkezése felszerelni. Azt a célt szolgálná, hogy a levegő ne a falra menjen, hanem a szoba közepe felé. Zsuzsa írta nekünk Diózsról. Ő levegő terelőt vett. Sőt, a teljes elmebetegség. Mondjuk szerintem téged picit átvertek ezzel, vagy van ez egy létező dolog? Vettünk egy kádba tehető pezsgőfürdőt, ami nagyon kellemesen pezseg, csak éppen a kompresszornak olyan hangja van, mintha a fejednél porszívódnának. Egyszer használtuk, azóta a garázsban van. Az ott kicsim, ma enged ki a forró vizet, beülünk egy kád forró vizet, olyat jacuzzizunk, és beraksz egy ilyen kompresszor. Csoda, hogy nem vág meg az áram, tudod? Zseniális. Jó, hát melyik az a magyar család, ahol nem állott valamilyen fantasztikus, hiper, szuper, egyébként egyfunkciós fitnessgép valahol az ágy alatt, a szekrényben, itt a kamerában, stb. Megvették, mert csak 5 percet kell vele tényleg. Girotviszter, egy sportboltba megvettem. Gondoltam, majd csak kicsit erősítem a karomat, addig használtam, amíg kipróbáltam, soha többet Ákos küldte nekünk. Oktoberfestre bajor jelmez, cirka 400 euró körül, a hasított bőrgatya fog, engedi a színét. A tradicionális cipő úgy törte a lábam, hogy hetekig bicegtem. Most Erzsébeten áll a szekrényben. Nagyon jó, és ez 400 euróért. És 400 euróért. Azért az. Azt hittem, jó lesz, az 1 kilós csivava kutyának vettünk ugatás gátló nyakkörvet. Nagyon mókás volt, mert mikor felraktam, az ölep úgy megbillent, mint egy homlok rakodó. Azóta is polcon van a kütyű, 30 000 forintért. Mi gyerekmedencét akartunk venni gólyatáborba a gólyáknak, a dobozképén medence volt, megvettük 50%-kal a olcsóban, akciós volt. Kibontáson után kiderült, hogy 3000 forintért medence takarót vettünk. Persze, jó, az a medence is van, mármint a képen. Hát azt majd most idén karácsonyra megkapod a medencét, nyáron felfújjátok takarómára. Igen, az egyik haverom még jelentés, hogy hogy gondoltuk azt, hogy egy letakart medence képével reklámoznak egy gyerekmedencét. Egyébként teljesen igaza van. A gólyák új feladata a vízhordás helyett a szappanozott fólián való csúszás lett a dombon. Átalakították. Aj, azt mondja, gyönyörű csipke magas sarkút vettem, de egyszer sem volt a lábamon, baromi kényelmetlen, viszont szép. Eladni eszembe se jut. Még lehet, hogy felveszem egyszer, Kriszta küldte nekünk. Szülinapomra kaptam egy szóda készítőgépet, miután tudták, hogy minden mindig mentes vizet iszom. Szóda készítőgép nagyon jó. Egy kifejezetten emberek, aki csak mentes vizet iszik. Már a csomag bontásán az arcomra fogyott a mosoly, 5 éve kitűnő ajtó támaszom van. Féláron átveszem. Tudnál valamit csinálni egy szóda készítőgépen? Jó szódagép, persze. Ajándékba vettünk egy pára elszívót, amiről kiderült, hogy beépíthető. Persze nem ilyet szeretünk volna, megtartottuk, mondom, majd veszünk hozzá egy házat. A ház idén meglett, ahol természetesen nem beépíthető elszívót néztünk ki magunknak, így kb. 3 év van egy eredeti csomagolással rendelkező pára elszívók. Sokan vannak. Sokan járnak abban a cipőben, mint én a csaptelepben. Egyszer sokat fog érni. Karácsonyra magamnak vásárolt kenyér és kalácssütőgép a meghitt pillanatokért. Soha, de soha nem használtam. 2004 óta a pincébe hever. Merry Christmas. Ezzel itt sokan vannak. Ugye? Igen. A gyermekeim apja egy bicajt vett nem olcsón, első alkalommal borult egy marhanagyot, azóta az étkezőben áll a bicaj. Ennek több mint egy éve, lehet, hogy kettő. És ez étkezőben áll a bringa. Há, hol tartsa? Nincs garázs, nincs izé szobafalon. Inkább neki támasztok, hogy asztalnak. Igen. Karácsonyra kisírtam magamnak egy felső marót. Életemben nem használtam ilyet. Ez is ott áll a gardróban. Felső maró. Felső maró. Az mi a... Falamba tűz bele különböző dolgokat belemarni, hát az bármikor jól jön. Igen. Én 3 éve vettem egy hegesztő trafót, idén már vettem hozzá egy hegesztő pajzsot is akciósan, de még elektródám nincs, mert nagyon drága. Mondjuk hegesztenem se kell semmit, kellemes ünnepek. Hosszú évek alatt összerakja. Helyes. Na jól van, hát köszönjük az SMS-eket. Jó volt ezt kicsit olvasni nekem, azért, hogy van. Nem vagy egyedül. Nem vagyok egyedül. Évek múlva ott áll majd ez a gyönyörű csaptelep. Valahol. Nem kell valakinek? Neki támaszt egy ajtóra. Jó, csaptelep négyszöges. Jó, egy nagyon jó minőségű német evezőpadot tudnánk még mellé adni, ami nálunk áll otthon egyébként a sufniban, és amikor megvettem, akkor azt hittem, hogy nagyon jó lesz, mert tényleg nagyon jó minőség, csak aztán kiderült, hogy ülésmagasítóval tudom csak használni, ugyanis olyan hosszú karjai vannak, nem hogy olyan, mintha a fejmagasságból húznám lefelé. Tehát van egy konkrét bőrés szöge le. És akkor kis semlit alá kell tenni. Hát és azt csináltam, hogy aláraktam egy ilyen párnát, és akkor azzal, de úgy meg ugye nem annyira kellemes rajta csúszkálni föl le. Úgyhogy azt is egyszer használtuk. Az ott van. Nagyon jó minőség egyébként. Német.
Nekünk szerintem 4 éve áll a Törökországban megvett ilyen alma ízű teapor, ha esetleg kell. Hát azt már azért nagyon ne add el. Rutinos nem Törökországban járok, én mikor először jársz Törökországban, megvan, és az alma ízű teapor, ez csak forró vizet öntesz, ott megkóstoltatják veled. Milyen Isten, azt hiszem, imádod. Életet fogásra megveszel 6 kilót belőle, banános, tudod. Hazamész, és itthon már nem ül, tudod? Tehát itthon már nem ülkedik, tömbösítve ott van. Bármikor tudok nektek csinálni, ha jöttök egy nagyon finom banánízű teát. Nagyon jó egyébként. Na játsszuk, már is itt van a hallgatónk. A kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére a szív. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel! Oh, hello, sziasztok, boldog karácsony, Szanda vagyok. Szanda, neked is, igen. Hello. Bocsánat, csak még egy hallgatunk itt, a drón első repüléskor elszállt a látómezőből, azóta nézegetem a távirányítóját. Szanda, neked van valami esetleg otthon, amit nem használsz? Hú, nekem nincs, a férjemnek talán, meg így a családnak így mindent begyűjtünk. Ezek a örök gyűjtögetők vagyunk, jó lesz még valamire. Hát akkor nálad a férjed a nagy gyűjtő. Igen. Mit csinálsz, dolgozol, úton vagy? Úton vagyok, most raktam le a gyereket az óvodánál, és akkor megyek dolgozni, előtte még megejtek egy fogorvos gyorsan. Ó, hát akkor sűrű napod van. Igen, nem unatkozunk. És a kislány valamit szeretne az autóban? Látom. Igen, tegnap születtek kiskutyák a nagymamánál, és hát egész úton hisztizett befelé, hogy ő már most el akarja az egyiket hozni, és nem igazán tudtam elmagyarázni, hogy még várni kell egy pár hetet. Úgyhogy igen, volt egy kis háború, de hát most bement az óviba, és örömmel mesélt a többieknek, hogy hát megvannak a kiskutyák. És a fogászat már Szentestére? Igen, muszáj, bedurrant a bölcsesség fogalmaz, és mikor máskor karácsonykor, persze. Hát erről van szó. Igen, persze, meg kell csinálni. Ilyen, persze, 50 000-ért kiszedik majd biztos. Persze, hát ilyenkor csak ügyelet van, hát karácsony. Igen, így van. Nem sokára, hogy egy ilyen... Szenni, mert a beiglinek a izé belemegy a morzsa. Hát igen. Ki kell szedetni ezt gyorsan. Óvatosan díjos beiglivel, néha van benne híj. Persze. Na figyelj, van egy híres emberünk és egy szólásmondásunk, melyik legyen? Legyen a híres ember. Legyen a híres ember, na figyelj, óra indul akkor, hallgass meg. Próbálk csákat ládnog. Atya úristen. Na ezt most még egyszer. Próbálk csákat ládnog. Csákat lednug. 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 Gundel takert Gábor. Szép. Hát ebben a játékban már mindenki nyer. Ügyesek vagytok. Így van, Gundel takert Gábor. Eltűntél. Na most itt vagy újra. Meg vagyok. Itt vagyok, igen. Na, figyelj, van egy ajándékcsomagot, hát ha ezzel a leányzót sikerül jobb kedvet eríteni. Igen. Most még délig be tudod fizetni a telefon. Lehet, hogy kikapcsolták a számlátot, igen, mert nem van. Újra itt vagy. Szandra, puszilunk téged, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Ciao, puszi, hello. Hello. Karácsonyra úgyis odaadtuk volna neki, hanem... Persze, gyereket. Nekünk is van szívünk. Mégiscsak karácsony van. Na. A játékozás mikor lesz? Csak kérdezem. Balázs, az almaízű teaport a nejemnek elküldhetnéd karácsonyra, nem tudok szerezni. Tessék. Gyerekek, adunk ezt. Szerintem 8 után ajándékozhatunk. Hát 9 után gólörömjátékunk van. Ja, persze. 9 után ugye még valaki kijuthat Barcelonába, vagy hát megadhatja magának az esélyt, úgyhogy... Almapor oda kikéri az evezőgépet, és van még egy csaptelepünk. Gyerekek, minden van, hát minden van, ma karácsony, ma bőkezű vagyok bárkinek. És még ott van a forrasztó lámpám is. Igen. Egy perc, pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket, jó, óvatosan menjen mindenki, ónos eső, köcitálás, csúsznak az utak. Vigyázzunk egymással, karácsony van. Jó reggelt kívánok, váratlanul beköszöntött a tél, a hókotrók pedig sehol, meleg karácsonyunk van, délután száraz időre készülhetünk, 30 fok is lehet. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.
8 óra után vagyunk pontosan. 12 perccel, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, és hát egy tudományos kísérlet zajlik, lehet-e karácsonyozni szeptemberben 30-fokban, de lehet! Nagyon karácsonyi a hangulat, karácsonyi zenék, jönnek a közlekedésének, a csúsznak az utak, sehol egy hókotró, megjött a beigli, áll a fa, girlandok a tök stúdióban. Úgyhogy komolyan, én nem hittem benne, az ember tényleg kicsit hallva ezeket a zenéket, hogy adás végére már tényleg átszellemül. És azt gondolja, hogy akár lehetne nekünk egy 30 fokos karácsonyunk is, úgy, mint Ausztráliában, mint Kaliforniában, nem? Tehát működhet ez egyébként. Tulajdonképpen, ha te megteremted azt, amiről karácsony szól, akkor ez tud működni. Egyébként egy ugyanolyan nap lenne, mint a többi, de valahogy mégis a körítés miatt ez csak karácsony lesz. Itt most tényleg minden arról szól, és működik. A szeretetet működik. És a békét sugárzó fényképek az Instagramon. Így van, rengeteg Instagramos fotóval kiegészítve, majd még jön a folytatás. A Facebookon és az Instagramon is, ezért érdemes bennünket követni, és letölteni az Instagram applikációt, ott is vagyunk már több mint 134 000, úgyhogy lehet jönni velünk. Az egyik volt a kollégánk, hát illetve nem volt kollégám, igazából csak egy folyoson dolgozunk, látszik, mondták, hogy a volt tulajunk elment megint szánkozni, annyira. Annyira átszellemült, igen. Azt, hogy srácok, nem elfeledni, nincs kevés nélkül karácsony, hát az jó, de az RTL, tehát azok jelen pillanatban nem mi vagyunk, de reméljük. Hogy 26-26, vagy így, tehát így van. Gyerekek, az nem ma lesz. Így van. Igen. Azt mondja, hogy hát nagyon sok SMS van. Fölököknek üzenem, délután várom a karácsonyi borítékot, vastag legyen ám. Ez Gázos Petya küldte nekünk. Úristen, gyerekek, most ébredtem, el sem tudom képzelni, hogy mi történt, de egyre jobban tetszik az adás, kezdek átszelemülni. Én mindig írok közlekedési SMS-t, amikor nálatok best of megy, így ma is elküldöm. Szegény. Ő szegényként azt hiszi, hogy valami régi adást hallgat. 2016 karácsonyát ünnepeljük, csak mondom. Így van, de belegondolt abba, hogy ez valami régebbi adás. Boldog karácsonyátok! Ez azt jelenti, hogy egy-két hét és az új évben indul ismét a Morning Show. Köszönjük szépen. Az M35-ös járhatatlan, leesett 2 centi hó, hívvel MacGyvert, ő megoldja, Joko küldte nekünk. Nyári gumika veszélyes útnak indulni, csúsznak az utak, kellemes ünnepeket. Blaha dugó és balesetmentes, mindig írok nektek, ha felvételről megy az adás, ő az, így most is. Ő szegényként még mindig azt hiszi, hogy felvételről vagyok. Drága fotók készülnek mezőlatányban, a hivatal előtt, a Kisvárda felől érkezőket mérik, boldog karit egyébként mindenkinek, Zoli írta. Nagykörösi út befelé elesett, igazán sózhatták volna éjszaka az utakat. Bence. Ákosnak is boldog karácsonyt kívánunk, nagyon szeretjük a híreit is. Trafi Budapest Békásmegyer Ezüsthegy utca, még soha nem volt itt, lehet, hogy a karácsonyra való tekintettel érkeztek meg. Dori küldte el nekünk, és Laci is elküldte az SMS-t, és ma reggel Solymáról álom átjutni a második kerületbe. Hát látjátok, hát nem indulnak el 24-én már az emberek. Nem indulnak el. Mindenki otthon van már, így van. Eprényben hóágyúznak már? Szerintem már, hát persze, nyitva van, igen. Ki az az őrült, aki decemberben jelentkezik egy szeptemberi játékra, hogy októberben utazhasson, és még novemberben is mérgelődik, ha esetleg nem nyert. Ez valóban így van. Hát, akkor ma nem lesz gólöröm. Akkor ma nem lesz gólöröm, így van. Ezt figyeld, az SMS nagyon jó. Ezt most nem értem. Egy karácsonyi adást ismételtek, de hogy lehetnek a közlekedésére aktuálisak? Na, jól van. Oké, egyébként, ami az időjárás illeti, ma még 30 fok, holnap is, és aztán hát ijeszgettek ezzel a hidegfronttal, de úgy néz ki, hogy meg is érkezik szombatra. Úgyhogy lesz egy kis esőnk, és aztán viszont, hál' Isten, hétfőn kedden még rossz idő, de nem ez a hál' Isten, hanem utána általában azért még visszajön. Ha nem is 30 fok, de még marad valami azért a késő őszből. Jó 25-nek örülünk. És jó 25-tel kiegyezünk. Az hát már a tavasz. Október, ne, annyira beragadt nekem ez az október, nem. Szeptember végén pedig kitelepülésre megyünk. Így van. Na. Szeptember végén, így van, kitelepülni megyünk. Jövő héten, hétfőn már mondjuk a helyszíneket is. És ott is nagyon nagy durranás lesz egyébként majd az egésznek a vége. Te erről csitt, ne többet. Például az adás magában arra tényleg jó, hogy megnéz, hogy milyen az, amikor 30 fokon ünnepelnek többen. Nem? Hát hányan vannak? Ausztrália, ugye? Nyugat-Amerika. Kalifornia rész, ott is meleg van. Igen, van, az a váraz, ja. Még hát rengeteg helyen még, ugye? Hát gyakorlatilag a komplet déli félteken, mindenütt az van. És állítólag jó, nekem van egy ismerősöm, aki élt kint, azt hiszem Sydney mellett, valami kisvárosban, és azt mondta, hogy marha nagy hangulata volt, már egy negyedikre hiányzott neki a hó, meg a hideg, de hogy az első három kinti karácsonyuk, az például remek volt. Tehát fürdőgatjában mindenki kint a parton, vitték a kis kosarakat, piknikeztek, és tök jó, úsztál egyet az óceánba, orba vágtad a fehér cápát, visszamentél és kész. És karisztál. És karisztál tovább. Jézuska látott valaha havat? De nagy vagy. Hát szerintetek?
Nem jutott eszembe, de szerintem nem. Egyébként jó kérdés, igen. Na, ajcsizunk. Ha most? Hogy a fenében? Oh, persze. Lá, kicsit, olvas közlekedést, hozom, jövök. Neked itt van, Jani? Nekem itt van. De nincs nem semmi. De itt van, ja. A szatyorban. Már az asztal alatt. Már bekészítetted? Persze. Igen? Aha, itt is van. Nagyon akkurátusan csomagoltam, hogy beletekertem egy szalvétát. Elmentek a férfiak. Nagyon kis igényes. Én még itt vagyok. Ketten maradtunk. Most nyugodtan beszéltünk jó, a végigombáról. De semmi. Na, adjuk át, aztán közben mondom, itt még valakinek nem tiszta, hogy mi történik, hogy lehet kijutni Barcelonába, kérdezi egy hallgató, hogy mi van a keddi játékos, nagyon jó volt. Hát tényleg jó volt. Jó volt. De ez senkit ne zökkentsen ki, igazából. Figyeljetek, ezek pont arra jók, hogy oké, okay, hétfő jó volt, keddi jó volt, szerdi, tök jó. Az a lényeg, hogy mindig az előzőt überelni kell. Hallottátok, hogy ők mit pakoltak bele? Szerintem egyébként ez egy tök jó dolog. Mert hallott, hogy ők mennyit tudtak, mennyit toltak bele, te ennél többet tudsz. És el is kell vállalni. Be kell vállalni azt, hogy vagány vagy, kemény vagy, laza vagy, kicsit őrült vagy, sőt nem kicsit őrült vagy, nagyon őrült vagy, és meg kell próbálni lenyomni az előzőeket, hogy ott legyél. Mindig arra kell gondolni, hogy nincs olyan, hogy ciki vagy kellemetlen, nem. Te ott leszel a stadionban, a Nukemben, és te fogsz ott szurkolni a kedves csapatodnak. Mindenki más, aki pedig abban a pillanatban esetleg, mondjuk valahol egy téren, egy utcán, bárhol. Neki lesz a cikk, hogy nem csinálta meg. Néztéket, ő otthon fog szépen ülni, és a tévéből fogja azt nézni, amit te ott élőben átélhetsz. Bizony. 70 ezer ember társaságában. Bizony, úgyhogy tessék jelentkezni, nem sokára jön majd a beugró kérdés. Na, srácok, ne szórakozzatok, már reggel óta folyamatosan csörög a telefonom, gumisként dolgozom, hogy mindenki fel akarja rakadni a tényleg. Nincs már ilyen, tehát el tudom képzelni, hogy ez akár komoly. És akár tök jó, mert nem lesz tömeg majd novemberben. Mindig arra panaszkodunk, nincs hely a gumisnál. Na, ki kezdi az ajcsi átadást? Da-da-da-da! Laci nem jött? Laci, valami van tényleg? Na most Laci magát húzta, ja, Laci, egyébként, és mondta, magát hogy húzta. Én mondtam neki, hogy akkor cserélek vele, hogy akkor legyen egy ilyen, és mondta, hogy nem kell, ő szívesen vesz magának a játékot. Tökéletes, ezt gondoltam, hogy kiúzom magamat, egyáltalán nem szólok senkinek. Otthon marad, hallgatja majd, hogy mi mikor adjuk át az ajándékot, és akkor ő majd éppen boldoggá teszi magát otthon. Százért. Igen. Na, kezdi valaki? Na? Áki, kezd el, kit húztál? Gyere! Gyere már, híreket. Mert aztán neked híreket kell mondani. Én a Juliskát húztam. Juliska! Juliskának nem! Juliskának könnyű. Boldog karácsonyt kívánok. De beteg ez a csinyst. Nagyon durva ez az egész, igen. Ákos, te még nem szellemültél át, én azt hiszem, nem kaptad el. A csomagolásért, mert nem találtam sehol. Nagyon szép. Úgyhogy egy virágboltban lejmoltam ezt a kis... De kérted? Kértem. De jó vagy. Ne remegjen a kezed, Juli. Juliska bontja az ajándékot. Nem jó, hogy decemberre bontogat, egyébként tök jó ajándékot kapni. Én már izgatott vagyok, hogy mit kapott. Épp nyugodtan, Juli, nem kell udvariaskodni. Persze, úgyis szarul néz ki. Nem kell játszani, jaj, jó lesz még valamire. De szép! Na várjál, van rajta kis üzenet is, azt légy olyan. De várjál, mondjátok el, hogy mi az? Ez egy rózsaszínű bicikli csengő, egy gyönyörű. Ó, de helyes! Kedves Juli és Miró, legyen ez a csengő egy jel, amit csak ti ismertek. Egy perc nyugalom, vagy pesgés, csönd, vagy zene, néhány lopott pillanat. Úristen, mindjárt hányom magam, ez undorító. Ez nem te vagy, Ákos. Aha. Na, elmondom a sztorit akkor, hogy ez... Ezt azt találtam ki, hogy ez egy olyan csengő, aminek ti adtok valami jelentést, ez lehet akár minden nap más, vagy nem tudom micsoda, hogyha ezt az egyikötök megcsengeti, akkor a másik rögtön tudja, hogy mit szeretne. Ez lehet épp. Hát nyilván Júli, beszélgessetek, jó? 10-ből 9 esetben nyilván bujálkodás lesz a vége, de hogy egyébként bármi más. De aranyos, hogyha mióta vagy te a műsor része, hogy ilyen ajándékot veszel. Nem tudod, hogy milyen szellemen ajándékozunk. Nem ismersz minket eléggé, hogy itt valódi örömet akarsz okozni. Honnan volt ez az idézet? Egy órávetsz órából? Mire gondolsz, hogy Miró megcsengeti majd a nyelvét, eldugja jobbra? Júli leraki a serpenyőt, megreggeliszteti a gyerekeket, és elvonulnak a gardróbba? Nem tudom, ez egy érdekes kísérlet, aztán lehet, hogy beválik. Hova de fogod szerelni, Júli? Ákos, egy romantikus fiú gyerekek. Hova szereled? A konyhába, vagy a hálóba? Nem tudom, szerintem a Miró felhúzza. A Miró fogja húzgálni. Ja, igen. Ja, akkor kell a csengő. Jó, viszont hosszú. Gyerekek, csak mondom, hogyha nem működik, akkor valaki küldje majd egy bringát, mert akkor viszont lesz értelme. Tehát van evezőpad, van csaptelep, cserébe viszont küldjetek egy bringát, jó? Oké. Júli, te jössz. Na, ő ilyen srác. Abszolút. Akkor jövök. Ő ilyen romantikus, csoda, hogy van gyereke.
Ákos egy érző szívű, nem is való igazából közül. Valódi érzései vannak és mély érzései. Én nekem ma reggel autóban esett le a tantusz, hogy mi ma ajándékozunk. Ezzel én is így vagyok, ezért tudtam nagyon frappánsan megoldani az enyémet. Szerencsére találtál egy banánt az ülés alatt. Igen. Úgyhogy Jani. Oh, de jó! Aki kedveskedik, kizárom az ajándékozásból. Tehát aki Ákos után még tovább kedveskedik, bonts ki, Jani. Egy ezüst kis csillámporos, ilyen csillámló zacskóban van. Egy... Istenem! Mindjárt János még nem emeli ki, úgyhogy nem tudom mondani. Azt mondja, hogy ez meg... gyógyszertartó! Annyira kedves vagy. Kaptam a Julitól egy nagyon jó kis, azt mondja, hogy 2, 4, 6, igen, 7 napra elosztva. Azt hittem, hogy legalább egyik nap nem kell majd magam kemikáliákkal mérgezni. Az a lényeg az egésznek, hogy ugye B oldalon vagyunk már elő, teljesen Ferivel. Szívgyógyszer. És nagyon jó, és még ilyen kis akasztó is van rajta, a nyakamba akasztatom, és vihetem majd magammal. Hát ugye a kulcs tartodra kell. Mondd csak, mert meg kell tanulnom normálisan angolul, hogy tudjam, hogy mikor melyiket. De majd, hogy ne felejtsem el, egyszerre 3-at veszek be. Köszönöm szépen. Ez az egyik. Azt mondja, hogy mi az? Egy fekete zokni. 43-46-os 44-es lábamra. Ez egy picit elcsúszott, de 100% pamut, hát azt le fogja dobni a lábad. Hát neked műszálhoz van szokva, azt nem fogja érteni a lábad. 100% nilon. Nem 100%, de ez is előrelépés. 92% pamut. Azt nem fogja érteni a lábad. Tehát meg fog fulladni ettől a sok levegőtől, amit kap. Csinálok vele egy pólót, kivágom két oldal. Ezt a lábad nem fogja érteni. És csipeszek. Erre viszont igazán szükségünk volt, és nagyon praktikus egy háztartásban. De jó, és nagyon örül. Szépen köszönöm. Rohadt csipesz, és ennek tényleg örülünk. És ráadásul, hogy látom, román. 600 forintot költöttem. De jó, román csipesz. Nem lehet, hát 600, nem, 500. Hát törjél le belőle négy csipeszt. De várjál, van benne egy apróság. Tényleg? Aha. Még ez még mind vele fért 500 forintban? 600-ban. És egy tűkészlet. Na, ennek viszont most igazán örülök. Fú! Hát itt valódi örömokhozás megy, én nem szeretem azért. Persze, hát milyen lenne. Ez jó lesz. Szerintem nagyon jó. Fogod tudni használni. Feri, valamit elcsérem az ő ajándékát a 46-osok. Jó, bármi az enyém, adom. Boldog karácsony. Köszönjük szépen, Jöri, kit hoztál? Tényleg akkor. Azt mondja, hogy hát én a Vikit húztam. Ó, Viktória! Sok jóra, ne számíts! A szatyor nem azért nagy, mert behoztam a vízeket. És a szatyrot visszakéri, úgyhogy arra figyelj. Valami olyat szerettem volna Vikinek, ami tényleg ilyen szívhez szóló, meg ilyesmi. Én tudom, hogy ő nagyon igényes, ugye a férje urával együtt, és hogy akármit, akármiből nem fogyaszt, és arra gondoltam, hogy beszerzek neki valami olyasmit, ami tényleg csak neki lesz. És 100%-ig biztos vagyok benne, hogy örülni fog, mert ez annyira ő, és mindig felnéztem rátok azért, hogy ennyire tudjátok hype-olni ezt a márkát. Tessék. Na. Mi az? Úristen, egy félig becsomagolt, ilyen félig kinyitott. Egy ilyen rózsás csomagoló papírba, egy félig kinyitva. Mi az? Egy bögre? Egy zöld színű bögre. Zöld színű bögre. Márkás. Jaa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 a
az R betű. Úristen. Egy bögre nem. Egy kávézó lászak a bögréje. Igen. Rosszul felírva. Ezt te rajzoltad föl rá? Igen, picit János volt. János egy sima zöld bögrére felrajzolt annak a kávézónak a logóját is. Az alján mi van? És a képed, illetve... Hungary 2016, nagyon jó vagy. Atya úristen. Jó, hát nagyon-nagyon köszönjük, nagyon drága vagy. Nem költöttél ránk sokat, ez külön tetszik egyébként. És tőled kapok? Egymás húztál? Nem, ne reménykedj. Na? Ne üli. Már kaptál. Ja, tényleg kaptam. Anna! Anna! Igen, és ami benne van arról, tudni fogod, hogy mire. Na, Anna kapott egy szatyrot, egyébként egy karácsonyos zacskó volt, tehát nagyon, nem tudom, honnan szedték, tessék. De jó Isten! Kedves Anna, tavaly te húztál engem, most pedig én téged. Remélem, hogy még sok-sok reggeli teát és kávét fogyasztunk el együtt, úgyhogy ezzel majd megjelölheted, hogy melyik kié, nehogy Zsüli kié véletlenül más dupla koffein adagját idd meg, mert tudod, milyen nehéz vele, amikor túlpörög. És arra is gondoltam, hogy a későbbiekben valószínűleg ugyanúgy rád, meg Janira hárul majd a csészék mosogatása, ezért nem csak emlékezetes, de remélem hasznos is lesz, amit a novemberi Jézuska hozott neked, millió puszi, ölelés, és nagyon boldog karácsony, úgy is tudod ki. Köszi, Miki! Nézd meg, ki van égezve körbe? Nézd oda! Ki égezve körbe a papír! Ó, de már!
Fú, de mindjárt hányok. Egy mosogató. Nem bírom az ilyen gicset. Egy mosogató. Ja, ez egy lány. Én azt hittem egy vécétörlő. Ez nagyon jó. Ez... Úristen, mi Anna sokat mosogató kapott egy lányarcú mosogató kefét. Ez zseniális, mi és pohárjelölő. Pohárjelölő, pohár hogy tudhatjuk. Pohárjelölő, hogy nehogy ja, a zsüvike. Hát persze, nézd oda, Jani. Csecse. És mosogató. Köszönöm szépen. Válasszunk hát szint magunk meg. Igen, mert hát majd persze. Ez gyönyörű, nagyon tetszik. Köszönöm. Én Ákost húztam. Itt valaki tényleg örömet akart okozni a másiknak, nem szeretem. Ez nem tetszik ez a vonal. Puszi is! Boldog Ákos karácsony. Boski, mit kaptál? Legyen nagyon helyes kis karácsony az acskóban. Mi az? Csokoládé prémium kvalitás. Ebben nem lejárt. Ez volt otthon a spejzban. Lejárt. És akkor mi van? Jó fejség. Na, az viszont jó fejség, ha lejárt. Szeretettel adom. Hát kellene. Az jó fejség, ha lejárt. És egy arckrém. Na, de az is hideg van. Az nem járt le, de hát ebbe a zimankóba milyen idő van ma is. Bekeni a kis bőrét, áki azt nem a kis úgy lejárt. Cínom. 2014-ben járt. Az jó fejség. Az jó fejség. Az viszont jó fejség. Az viszont jó fejség. Rákoskám. Te nagy gurmé vagy, tudom. Na, és most következnek megállt a azok. Várjál, megállt a kör, akkor folytatom én. Jó. Na, én zsült húztam, úgyhogy találtam én is egy ilyet a Spice-ban. szerintem ez 2 vagy 3 éves, ez egy ilyen kis olasz sütemény, ami hát szerintem egy ideje már ott van a Spice-ban sok szeretettel. De ez soha nem romlik meg. És azt gondolom, hogy a kreatívan elkölthető ajándék a legjobb ajándék. Úgyhogy sok szeretettel ezt nézd meg, mert én ezt tudtam kitalálni. Amit az ember a kreativitását tudja Ja. Jaj! Szerintem az a legjobb ajándék, amikor az ember magára tudja fordítani, becsomagoltam egy borítékból 500 forintot a zsűlök. És adok hozzá egy 2012-ben lejárt ilyen Pannatone nevezetű remekbe szabott zsütemény. Zsűl, amit szeretnél, amit kívánsz magadnak, amit kinéztél, vedd meg. Jó? Jó, de ésszel. De aztán nem ám túl költekezni. Jó. Nem ám túl költekezni. Zsűl, engem húztál. De tavaly is. Tavaly megkaptam a fél állatkertet, a paraszt udvart, ugye? Ha most zócsemegét hoztál, akkor megverlek. Persze. Nagyon jó. Akkor viszont tudom, hogy engem kihúzott. De jó, Zsül, add át a Ferinek. Jó, örülsz az ajcsinak, Zsül? Igen. Jó, majd mondd meg, mit vettél belőle. Jó? Érdeke, hogy mire költötted. Én vettem neked, mert hogy Velencén tartoz... Én megnézem, te ne akard elmagyarázni. Felvezetél, hát, végre beszél. Na mondd, mit vettél. Szóval, hogy hozzájárulok a velencei estéidhez. Mit kaptál? Mit csoda, sosem. Ez egy boros üveg. Egy üres üveg. Egy üres üveg. Te rendes vagy, Zsül. A minden segít neki. Tudja, hogy nálam van mit beleönteni, tudod? De a mintára hívnám fel majd a figyelmet, külön egy ilyen ragasztott műszőlő levél van rajta, de gyönyörű. De egy vékony nyakú, igazi, egy kis boros üveg. Az. Ugye, Feri? Ez lehet. Itt mi? Ez nem volt felakasztott. Ja. Nem vágta le. Nem tudtam miért. Semmi átosztott. És mi? Vettem bele valót is. És egy üvegrozé. Hogy gyerekek, az 500 forint alatt vagyunk, csak mondom, hogy azért az üveg és a bor kettő együtt. Még vettél egy üveget és egy bort, és még mindig elkölthetett volna 400 forintot. És most ráadásul még hozzájött 500. És kapott tőlem 500 forintot. De drága vagy. Hú, gyerekek. Na ide vele, mit kapok? Én ugyanaz vagyok, aki te, tehát hogy reggel szeretném mondani, igen? Hogy ezt vettem, a magát a csomagolást, ezt kérem vissza, mert 360 forint volt. Jó? Tehát a legnagyobb öröm nekem visszaadni a csomagolást, mert nem kell elrakni. Jó, tehát azt vedd ki, és utána majd még az ajándékot is visszakérem, de tényleg kérem vissza. A csomagolás már is visszaadtam. A csomagolás 360 forint. Mi na az? Most várjál. Egy doboz étcsokolád. Ez. Olyan azt vagyok, mint a gyerek, aki PlayStation-t vár, és pulóvert kap, tudod, így belenéztem, és így. Igen. Oh. De ezt tudod mire? Tudom mire. A marha pörköltre. Légy szíves. Igen. Mert ez a csokoládé, ez pontosan 1000 forintba kerül. És Feri levágta egy késsel felét, van egy fél doboz étcsokoládém. Köszönöm szépen. Ez igazán kedves. Figyelj, 85%-os kakaótartalmú, egy 1000-es volt tök a tábla. Nem, 500 forint az 500 forint. Venni, és kértem vissza, így van a csomagolás, viszont mert ez 360 forint. Azt hiszem, hogy 2017-ig jó, tehát legalább ő jót vett. Nem úgy, mint én a Zsülnek, vagy mint Anna Ákosnak, tehát, hogy, mert hogy mi lejárt szavatosságot adtunk. Nagyon rendes, egy fél tábla csokoládé. Hogy nézem, most legalább 5-80. Egy kicsit ferdén vágtam, mégis csak karácsony van. Zsül, add már vissza az 5 kilómat, adok egy fél tábla csokit.
Jó, gyerekek, azért én látom, hogy két ajándék szívből jött. Ezt így kell csinálni. Tehát itt van, aki tényleg ajándékozott, és van, aki a mi mentalitásunkhoz képest ajándékozott. De jó. Hát tiszta zokni a fiókomban, Feri. Jó, köszönöm, van 46-os, jó lesz. Úgyse veszel főpamut zoknit, mert nem érted. Ne, tehát te arra nem vagy felkészülve. Hát a lábam kiütéses lesz tőlem. Csak a műszálak bírja. Na jól van. Oké, óvatosan menjetek az utakon, jó? Mert hogy csúszósak az utak, és mindenkit hazavárnak. Jó? Kellemes ünnepeket mindenkinek, Ákosi nagy hírekkel. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3.90 pontosan, hello! Drága hallgatóink, itt vagyunk, írja egy hallgatónk, hogy rossz látni, hogy egyesek a karácsonyt sem ünneplik. Úgy csinálnak, mintha egy szeptemberi napon lenni. Ez a szeretet ünnepe. Micsoda szégyen ez, írja egy hallgatónk. Semmi nem szent ezeknek. Igen, hallgatlak titeket, és annak ellenére, hogy... mormonok. Igen, hallgatlak titeket, és annak ellenére, hogy utálom a karácsony, most újra hangolottam, hogy még soha. Jobb, mint az eredeti, lassan azt mondom. Én szerintem egyébként ebből látszik, hogy tényleg minden fejben dől el. Tehát ha egyszerűen veszed a lapot, és elkezdesz ráhangolódni, kicsit el tudod magaddal hitetni, hogy tényleg. Aztán persze kinézel az ablakot, és nyilván rájössz, hogy nem, de hogy... Nekünk meg aztán még pláne segít itt, mert a beigli, meg az ajándékok, meg nem tudom, de egyébként működik a kísérlet. Tehát önmagában tényleg rá lehet hangolódni, úgyhogy 30 fok van. Nem véletlen, Ausztráliában, Kaliforniában tényleg ugyanúgy karácsonyoznak. Csak simán. Hát picit más a hangulata, de szeretjük. Hát pont az előbb volt a Balázsnak, hogy kinéztem az ablakon, és itt szembe a hídnak az oldalában valaki lepakolt egy nagy kupac újságpapírt. Oda néztem, láttam, hogy fehér, azt hittem hó. Annyira, ez nagyon komolyan mondom. Annyira hat a pszichózis, hogy azt rám nézett, és azt mondta, azt hittem, hó van kint, és a tényleg a konkrét elkeseredést láttam az arcán, hogy nem. Tehát hogy nem. Teljesen átalakultál egyébként. Na, egy-két közlekedési hír, csak hogy segítsünk azoknak, akik nekivágtak karácsonykor, nyilván mennek a rokonokhoz. Az ország területén, ahol csillapodott a havazás, ott a vonatok szolidaritásból közlekednek késve. Megértésüket köszönjük, kellemes ünneket, hát mávjunk volt. Boldog karicsácok, az M35-ös járhatatlan, ott segítsetek valamit megoldani. Gábor küldte nekünk. Nyári gumikkal veszélyes elindulni, vigyázzon mindenki. Blaha dugó és balesetmentes, bármit is mondtok, most jöttem ott át, nincs semmi, így most is jól lehet haladni. Köszönjük szépen. Mező Ladányban a hivatal előtt a Kisvárda felől érkezőket mérik, drága fotók készülnek, boldog karácsony mindenkinek, Zoli írta nekünk. Valamint elesett a Nagykörösi út befelé, ez lehet, hogy a sózás hiánya miatt van, minden esetre ott is dugó van, úgyhogy nagyon nehezen lehet haladni. Bence, köszi, hogy elküldted. Trafi van Budapesten, a Békásmegyernél, az Ezüsthegy utcában, még soha nem volt, most kijöttek, és nem kamu a mendei rendőrös történet, tényleg 8 rendőr van kint mentén. Nagyon helyes. 6 a CBA-nál, 2 a Zebránál. Ezért a gyerekek, ha valamivel foglalkozunk, azért azt megpróbálják megoldani, le a kalappal az ORFK előtt, köszönjük szépen, igen, hogy kimentek és segítenek a mendélyeknek, a sűsápiaknak, hogy kicsit gyorsabban jussanak be. Valószínű, hogy egyébként flottabb is az áthaladás. Meg friss az oldalas. Igen, a polgi pecsény sütébe friss az oldalas. Mindig friss az oldalas. Na, oké, hát akkor egy kis ízelítő, hogy mire kell készülni 9 óra után. Megmutatnánk akkor nektek egy-két játékost, hogy mi történt velünk. Szerdát még majd be tudod esetleg pakolni? Jó, hogy mire kell készülni? Ugye miről szól ez a játék? Csak röviden elmondjuk. Kiadó még 2 darab hely a Beko Barcelona meccsre, ugye a Beko támogatásával, a Barcelona egyik főszponzor és a Beko egyébként, a Beko páholyába. Október végén van a meccs, valaki már megírt, hogyha minden igaz, az október utolsó hétvége, akkor a Granadával játszik a Barcelona, ami gólzáporos meccs lesz, tehát nagyon jó hangulatú meccsnek nézünk elébe. Állítólag szenzációs lesz, sok gólt lő a Barca nyilván. Annál több gólt csak akkor rúgtak volna, hogyha megvalósul ez a Barcelona Beko meccs, amit felvezettél. És a Bekónak az alkalmazott ilyen fehér köpő. Mennénk Messi ellen. Igen, és ha viszont igazgatunk ebben a pillanatban, nem, sajnos, nem, már előtt a landás kapura vezeti egyedül, gól! De mindjárt eljutnak a 16-os a Beko játékosai a sajátjukig. Igen. Szóval jó meccs lesz, és ebben van egy barcelonai városnézés.
megnyered, mert te kapod a legtöbb lájkot, azzal jössz, akivel akarsz. Ha a gyereked szeretne ott lenni vele, a feleségede, a barátnőde, a szerelmeddel, a szeretőde, akivel akarsz, azzal jössz. Csak vagyis... akkor ne szólj a feleségednek. Igen. Azért az... Vagyis két hely kiadó, mert hogy másod magával jöhet az, aki nyer pénteken. Szombati indulás van, szombat városnézés, vasárnap reggel kimegyünk a piacra, kiviszlek benneteket, megkajázunk, ott van az egyik legjobb Párizs mellett, a barcelonai piac. Az ott a La Rambla mellett. A sétány mellett voltam, mert az gyönyörű. És isteni kaja van, Rutájú ott piac. Fogunk reggelizni, ha csak a szállodában nem adnak jobbat, aztán irány a meccs, másnap reggel mi kimegyünk a tengerpartra, így fog feküdni, és süttetjük magunkat a jó napsütésbe, és aztán jövünk vissza. Na, milyen? Jó lesz az. Kire? Meccs után találkozás a Granda ultráival, utána egy kis időzés a balesetes emlékszeten. Így van. A baseball ütők elhárítása, a bokszerek bokszertámadások kivédése. A szilákok eltávolítása a homlokunkból. Igen, a Gáspré támadás hárítása és elhajlása a gásfelő elől. És végül könnyes búcsú Barcelonát. Na, voltam rá meccs a gyerekeket, egy elképesztő össze, ahogy besírsz, és hát egy perc alatt kiürül a stadion, ezt meséltem, és nem érted, békében, nyugodtan mindenki elmegy. Szóval, hogy fantasztikus élmény, tényleg fantasztikus élmény. Azt nem is verik egymást, nincs az nagyon. Kicsit csak, nem? Nincs semmi nagyon, ráadásul féltik ugye a helyüket, meg a jegyüket, az állambérletüket, tehát nem mennek bele semmibe. És ahogy kijönnek a Real játékosai, előkerül, mint a 70 ezer ilyen fehér zászló, és ezt mindenki elkezdi lengetni, és hát besírsz a gyönyörűségtől. Szóval, hogy igazából nem kell foci drukkernek lenni, annyira átszellemülsz, hogy üvöltesz. És egyszer csak Real drukker leszel. Én kétszeretem a Reált, meg a már spanyol foci, nekik drukkolok, de nem vagyok nagy foci drukker, de ott annyira elkap a hív, hogy az egyszerűen felfoghatatlan. Ott kell lenni egyszer, nem lehet elmondani, hogy ez milyen tényleg. Szóval fantasztikus, fantasztikus élmény. Na, mutatjuk, mit csinált a játékosunk kedden. Jó, csak hogy hát magasan van a mércén, azt hiszem. Magasan van a mércén, nem hype-oljuk mi Ákos, de hallgassátok meg. Ez volt a keddi játékosunk, figyeljetek. Jó, jó. Elkezdődtünk lassan, most már elkezdődött a mérkőzés. Már megszereztük a labdát a 92. percben. Kapusnál a labda, kapus indít. Piqué megszerzi a labdát, tovább passzolja. Xavi, Iniesta egy visszapassz. Mascherano is megérkezik. Fut a szélen Neymar egy visszacsel. Érkezik a labda, Messi, nem, de mégis Messi. Na, hát ezt nagyjából így kell csinálni. Szóval ez a szín, csak hogy értse mindenki, hogy aki még ki akar jutni Barcelonába, az írjon nekünk, aki úgy érzi, hogy ezt meg tudja haladni. Ugye a legutolsó játékunkban tavasszal a pénteki játékosunk volt ilyen. Most azért mutatjuk, csak hogy legyen annyi előnyötök, hogy mit kell megugrani. Mert ha ezt nem tudjátok, nem is érdemes jelentkezni, hiszen csak azt tud kijutni, aki Ákosnál jobb. Aki Ákosnál jobb, mutatjuk a szerda játékost, ő is ügyes volt egyébként. Nem mutatjuk akkor? Jó, most mutatjuk. Kívánok jó szurkolást mindenkinek. Barcelona Celtic VL mérkőzésen vagyunk. Harmadik percben adogatnak hátul a védők. Umtiti, Piqué, André Gomesnek adja a labdát. Közben már elől Neymar is Messi helyezkedik. Suárez közbe lép, Suárez kapja a labdát. Kitolja balra Messinek. Neymar üresen középen. Neymar kap egy passzt, visszaadja a Messinek. Messi eltekeri hosszúba és gól! Mekkora gól Messi harmadik percben! Gola! Nem rossz. Gola! Vezet a Barcelona 1-0! Gol! A végén kezdte elkapni, igazából igen. Azt kell tolni, amit a végén tolt az utolsó 5 másodpercben a játékosunk, ezt kell. Jó? Szakmailag azt mondták, hogy ez ugye... Szakmailag jobb volt? Igen, jobb volt, meg ráadásul valami utolsó meccs, tehát a játék előtti utolsó meccset kommentálta őt, hogy ez megtörtént meccs, de hát az a gól öröm, ugye, az a játék címe. Bizonyám, és a vége 3-1 lett ugye a Barszának. Így van. Úgyhogy... Tessék jelentkezni, jó? Ha jók vagytok, csajok is, mert szeretnék egy lányt is meghallgatni, tényleg. Lányok, akik a pasiukat vinnék ki, vagy a szerelmük nagy álma az, hogy ott lehessen Barcelonába, vagy Barca meccsen. Csajok, tessék akcióba lépni. Fontos, hogy aláírjátok az SMS-t, mert úgy látjuk. Így van. Hogy kiküldön nekünk, meg egy kicsit jellemezzétek magatokat, hogy mit nyújtanátok nekünk, ha adásba kerülnétek. Hogy én szívesen elvinnék azt a férfit arra a meccsre, ahol láthatják azt a férfit, akihez hozzámentek volna a helyet, aki mellett ülne. Igen. Na,
Ne, jó pofaskodj, nem nyomd a kérdést. Ja, tényleg. Pörög túl, értem, hogy karácsony menne, nyomd a kérdést. Oké, ki játszott a legtöbb hivatalos mérkőzést az FC Barcelona mezében? Uha. Ezt tudni kell, egy hihetetlen nagy legendás labdarúgóról van szó. Minden Barca fannak egyszerűen tudnia kell, hogy ki ez a játékos. Már egyébként nem játszik ott. De még játszik valahol? Szerintem még igen, de valószínűleg már csak levezet. Aha. Csak pénzt gyűjt valahol. Nála többet senki. Messze ő... Messze ez üzenet volt? Üzenetek valami? Nem volt, ez nem volt. Üzenet volt? Szerintem megírjátok. Lukra futtok vele. Nem. Messze ő játszott a legtöbbet. Jó, hát figyeljetek, ott az internet utána is lehet nézni, fölhívni rokont, apukát, anyukát, foci szerető társasházban lakó szomszédot, bárkinek lehet szólni. Legendás játékosról van szó. Legendás játékosról van szó. Segítek, fingom nincs. De ti nyilván tudni fogjátok. Úgyhogy írjátok meg, ez a beugró kérdés. Úgyhogy jövünk nem sokára a gól öröm játékunkkal. Illetve mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrásra. Figyeljetek! Ezt azért mutassuk meg még egyszer, jó sűrű van. Ott volt a mi Tibink is. Ott volt? Tényleg? Ott volt a mi Tibink is. Mutasd. Ja. Aha, tényleg. Ráadásul egy jó kis dal. Jó kis dal volt ott. Na! Drágáim, írjátok meg, mit hallottatok. Jó, kettő darab dalcím vagy, előadó erre van szükség, ha játszanátok hármasugrás, mi pedig jövünk ezzel a játékkal és a gólöröm játékunkkal, Ákos Irénybe. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És még mindig tart a karácsony. Igen. Gyerekek, bejgli, halom, tényleg itt, és hát ajándékozás. A Facebookon és az Instagramon tele vagyunk fotóval, úgyhogy tessék bennünket követni. Instagramon is letölteni az Insta applikációt, Klassz FM Morning Show alatt tudtok bennünket megtalálni, és ott olyan fotók vannak, amik nincsenek a Facebookon. Így van. Tehát ott más. Másfajta fotók vannak, de az ajándékozásról is kerül majd föl, a fáról is van már fönt fotó, úgyhogy készülünk még egy-két meglepetéssel is talán. Úgyhogy szerintünk jó, az Instagramot is érdemes követni, és hát a Facebookon is vagyunk. Természetesen. Na, akarsz mondani adáson kívül valamit? Aha. Várjátok egy picit. Itt vagyunk. Azt hogy ne arra, hogy felé nincs rá krémem. Sok mindent kipróbáltam, de erre nem dokadni krém. Nem segíteni, olyan piros és fáj. Tudom, de ne arra, hogy erre. Passzus, ilyet még én sem láttam, úristen, ez tényleg nagyon durva. Szerintem tényleg menj el orvoshoz, ez nagyon kemény. Gólöröm játékunkra felkészültünk? Igen. Hát akkor? Ha-ha, csináljuk! Hajrá, Barca! Hívjuk akkor a játékost, jó? Jó. Hívhatod innen is nyugodtan. Persze. Jézusom, Anna is már Anna. Egy mosó kefével járkál a kezébe, amit kapott a Viki, és azt mondja, a baba fogja hívni, mert egy ilyen mese, vagy egy ilyen, hát ilyen kislány alakú mosó kefét kapott, hogy mindig mosogat itt nálunk. Zsül híve. Úristen, és most megsimogatott engem a kefe. Mindenki, itt mindenki úgy érzem, mindenki meszkalin hatása alatt van. Tehát, majd otthon jázd el vele a fürdőkádban a Szemérem Dombi meséket. Szemérem Dombi mesék, de jó. A barlangnak ilyen barlangból. Gyerekek, ez a Szemérem Dombi mesék. Úristen. Halló, sziasztok! Timi, hello! Timi! Úgy vetett, hogy halló, sziasztok! Úristen, nem hiszem el. Hát, mi magánszámról csörgünk, hát honnan tudtad, hogy mi vagyunk? Csak sejtetted, vagy hogy van ez? Egyszerre csörgött a rádióban meg a telefon. Ja, és akkor innen. Na! Aha. Azt írtad, hogy egész héten gyakoroltam, a szomszédok hülyének néznek. Most már hadd pirítsak oda a fiúknak.
Így van. Mi a jó válasz, először is azt mondd el nekem. Xavi Hernández. Így van. Xavi Hernández. 767. Nem, nagyon Xavi. Szerettük a gyerekek, erre csak egy válasz lehet, Maradona, engem hívjatok. Nagyon jó volt a gyerekek, aki ezt nem tudja, az hülye, természetesen Ronaldo, hívjatok engem, hatottassam meg. Szenzációs válaszok jöttek egyébként, valaki Messit is elküldte, de Timi, így van, neked van igazad, Xaviról van így szó. Így van. Hány meccse volt, Jani? 767. Jézus. Utána a következő Iniesta-nak csak idézőjel 594, Puyolnak 593, de Xavinál többször senki nem lépett hivatalos meccsen pályára a Barcelona mezében. Atya Isten. És jelenleg a, várjál, azt nézem, hogy az valami arab ligába, hát levezet, gondolom, még egy pár milliárdért. Hát igen, egy picit rúgni a bőrt az baklavába. Na Timi, hogy állunk ezzel a foci drukkerkodással, meg sportkommentátorkodással? Nagyon nagyot kell dobni. Hó, hát én úgy állunk, a férjem ő nagy barca drukker, én nem igazán. Nálam igazából most a foci szeretetet, az áttörést az elbén hozták a fiók, szóval engem ott teljesen, hogy tényleg mire képes a foci, az nálam ott jött elő, és most én arra gondoltam, hogyha lehet így, mert azt mondtátok, nem muszáj barca. Nem, bármit lehet. Én arra gondoltam, hogy az Eldén a fiúknak az első meccsüknek a győzelmét próbálnám meg újra közvetíteni nektek. Ja, az Ebi első győzelem az osztrákok ellen volt. A 2-0. Hát ha így játszott már a férjemért, de nekem itt az Ebi, a tényleg most. Nem mondtuk, hogy barca meccset kell közvetíteni, azt mondtuk, hogy bármit lehet, és ugye a férjedért teszed meg, az tök jó. Ki menne Barcelonába? Te a férjeddel, vagy odaadnád valakinek, hogy menjen? Hát én is nagyon mennék a férjem mindenképp, csak van egy 9 hónapos kisfiunk, úgyhogy valószínűleg én itthon maradok, és ő megy a testvérével, arra gondoltam, vagy akivel akar. De most lesz szünnep és jövő héten, úgyhogy nagyon jó lenne, mert... Önfeláldozó pár. Mióta vagytok együtt, Timi? Hetedik éve. Uh-huh. És viszonylag korán el is vett? Tavaly volt. Aha, az esküvő. És mekkora a gyerek? 9 hónapos. Ó! 9 hónapos is kisfiú. Na jól van. Hát figyelj ide, akkor rajtad a világ szeme. Hallottunk mi már azért gólörömjátékban nőt. Ugye volt egy ágink tavasszal. Mi imádjuk, szeretjük és csókoltatjuk a hallgat bennünket. Igen, mi sokszor emlegetjük. Hát a Messo vezeti Sziszóra imádjuk. Hát ez igen. De őt nagyon kedveljük. És véletlenül azért mondjuk, hogy bántsuk őt, szeretjük. Viszont akkor Timi, rajtad a világ szeme. Keddet hallottad, Timi? Hallottam, játékos. Na hát azt kell túlszárnyalni. Azt írtad, hogy az összes szomszéd gyűlöm el, mert egy hete gyakor rossz. Most egy egész ország fog, legalábbis reméljük. Az kell, hogy nagyon csapj oda. Tehát tényleg ne számítsa semmi, azt hiszem, hogy Jani mondta ma reggel, hogy igen, lehet, hogy egy hétig nem mersz lemenni a boltba, mert innek azt mondja, nézd ott az idióta. De a férjed viszont kint lesz a Barca meccsen. Bizony. Senkire ne hallgass, csak a szívedre tényleg. És akkor biztos, hogy az osztrákok elleni meccset akarod, nem mondjuk a Puskás Akadémia Kozár Michelin FC. Nem, kettőért. Tényleg egy hétig gyakoroltál? Hát a héten. Ahogy elindult a játék, aztán gondoltam, akkor ne úgy álljok ide, hogy most próbálom először. Aha. Na jól van. Oké, az is meg, hogy ott kiklötik a gólokat, tehát hogy helyesen akarsz kommentátorkodni, vagy csak mondasz valamit, hogy felkészültél, vagy emlékszem. Nem, hát azt még. Szeretném, azt a gólt, a második gólt szeretném. A második gólt, az volt a ide passz, oda passz, tik-tik-tik-tik, kis passz, és igazából csak a vége, inkább a gólörömre mentem rá, hogy szabban egy kicsit, mint magára a játékra. Jó, nem azért jussunk el a gólig, tehát ne legyen egyből gólöröm, ott a gól, és utána üvöltesz egy percet, legyen. Igen. Tehát valahogy jussunk legalább fél pályától. Nem is a kapu elől, de fél pályától induljunk el. Jó? Na figyelj, bemelegít is elge. Hallgass ezt meg, kezdj el rángolódni. Ó! Hát én már meg nem mondom, hol játszották az első meszt? Marseille-ban vagy hol volt? Már nem emlékszem. Mindegy is. Oké, na figyelj, Timi! Felkészültél? Felkészültél. Itt vagyunk akkor, a fiúk kiszaladtak a pályára. Magyarország-Ausztria 1-0, 87. perc. Megszereztük a labdát, Rizskin. Stieber, hatalmas labdát kap, Stieber fut, ezt meg kell csinálni. Ha lesz Stieber, de hát a mérkőzés Stieber, a 16-oson belül, és gól! Gól! Ott van! Ott van! Gól! Gól! Ez az! Magyarország-Ausztria 2-0! Megnyertük a mérkőzést! Gyönyörű volt! Gyönyörű volt! Magyarország 44 év után győzelme mutatkozott Bázelvin! Szép volt, fiúk! Azt a mindenit! Győzelem! Győzelem!
ami egy csajból kijött, az belőled kijött szerintem. Ennél többet nő kérdés, hogy tud-e egyáltalán. Szóval... Timi, ez kemény volt. Berekedtél, elment a hangod? Nem, de a szívem majd csúgdik, nagyon izgultam. Izgultál. Gyerek nem ébredt föl. A gyerek az a másik szobában van velem szemben, és ő sikított, amikor góloztam, úgyhogy... Így egy hallgató. Timi, aztán megint állhatunk órákig Sopronnál. Várj, nekem megéri. Jól van, Timi, figyelj, hát meglátjuk, hogy mire elég jó. Ez egyébként tényleg csak a hallgatókon múlik, illetve azon, hogy kinek nagyobb a rokonsága. Facebookra tesszük majd fel az összes kis hanganyagot, és aztán a like számok alapján eldöntik majd a hallgatók, hogy kinek van helye. Egyelőre azt gondolom, hogy te abszolút az élmezőben vagy. Nem teljesen egyértelműen bátrabban, lendületesebben toltam, mint például a hétfői játékos. Mint a hétfői játékos, ő szerintem elvérezni látszott már akár hétfőn a játék után. Éreztük, hogy nem volt túl erős, tehát meglátjuk. Jó volt. Hogy érezted? Hát, jónak. Jó. Én úgy érzem, hogy... A hallgató döntik úgy is el, mert mind az öccsek eredetesen. Hát nem érem, hallgatom neki, tetszett aztán. Figyelj, akartam kérdezni, hogy ő tud róla egyébként, hogy te benne veszed, hogy ez ilyen meglepi lenne, vagy most derül ki majd számára adásból? Nem, mondtam neki, hogy próbálom neki megnyerni ezt. Aha. Mert szerintem nem hitte, hogy ezt így elő tudom adni, de nem érem, hallgatta. Már dolgozik most. Biztos, persze. Biztos, hogy hallgatta. Hallott. Oké, Timi, holnap akkor holnap mi van? Holnap mi van? Péntek. Holnap péntek van, legyél elérhető 9 óra után, akkor fogunk eredményt hirdetni. Jó? Oké. Nagyon szépen köszönöm. Puszi. Köszi, Timi. Ciao. Hello. Jó, volt, de nem véletlenül nincs női kommentátor. Nagyon más. Ez egy pasis igen, dolog. Beleadott apai, anyai, tényleg ilyen hiteles volt maga, ez a mérkőzés közvetítés, a sikítás, minden, de ugye egy picit úgy nem olyan furán érezted magad, hogy hűlsz a tévé előtt, és mondjuk ő kiabál. De írtam, ugyanakkor volt hangulata, igen. Abszolút, nem volt rossz. Sok férfi nem tudta hozni két játékba ezt a szinten. Igen, férfiakat meg hazudtuló bátorsággal vetette bele magát a játékban. Jól van, oké, na egy-két SMS még. Úgy átszellemültem a karácsonyi adásatok miatt, hogy egy gyógyszertárban úgy köszöntem meg kellemes ünnepeket, Robi a faluban. No, egész nap a kollégámnak mondtam, hogy boldog karácsony, de előbb hívott az egyik ügyfelem, és úgy bennem volt, hogy véletlenül tőle is így köszöntem el, nem teljesen értette. Ez pedig Víkó küldte nekem. Köszönjük szépen. És ha jó fejek, akkor úgy is köszönnek vissza egyébként, ugye? Igen, jó arcok vagytok, ma mindenkinek így köszöntök, és tovább viszitek. 10 óra után az ünnep szellemét egyébként. Jól van, na, úristen, kijöttek a könnyeim, tényleg ő nyeljen ide egy hallgató. Kirázott a hideg, hajrá Timi, én neki drukkolok, szerintem jobb volt, mint a keddi játékos. Timi férje, aláírás. Igen, írt Timi anyukája, és Timi férje. Már két támogatója van Timinek, nézzük, hogy ennél nagyobb a rokonság. Oké, na jól van, játszunk egyet, jó? Nézzük meg, hogy ki a játékosunk, valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Szülésznőként 18 éve ez az első karácsonyom, amikor nem dolgozom, boldog karácsonyt kaptuk esetben. Köszönjük szépen. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, boldog karácsony! Neked is! Szeretetes, meghitt békés ünnepeket kívánunk. Dusán, hello! Dusán vagyok, Pécsről, így van. Pécsről, hello! Milyen az idő, mi újság? Hogy vagytok? Hát elég havas, meg elég hűvös volt, de azért bevállaltam reggel a rövid nadrágot. Hófúvások a meccsekben? Hát igen, valami olyasmi biztos volt, de álléknek elkerültem. Jó, ajándékok becsomagolva, halászlé megfőzve? Így van. Ez a beszéd. Jól van, ünnepi kérdések, János, vagy sima hagyományos kérdés van? Nem, sima hagyományosak, nem akartam túlzásba vinni a dolgot. Igen? Az meg gicses lett volna, nem? Szerintem karácsonyi kérdés sor, hát... Igen. Na várjál, lapozok. Azt mondja, hogy meg vagy már te kis hármasugrás. Itt van, mehetünk? Mehetünk, természetesen. Na ide figyelj, melyik ország egyik világhírű látványossága egy pisilő kisfiú szobra? Belgium. Így van, hát jó vagy, megyünk. Brüsszelben látható, illetve egyébként az országban egy csomó helyen vannak már kis pisilő kisfiúk, már nekem píszek. Menjünk tovább? Menjünk, Morning Show sapkáért így szól a második kérdés. Melyik sportág 12-szeres magyar bajnok a Béres Alexandra? Ne kapkodj. 12-szeres magyar bajnok, de most egy sportágat itt keresünk, van. És nem biztos, hogy azt, amire elsőre gondolsz. Meg a 12-szeres magyar bajnoki címen van a hangsúly. Béres Alexandra, milyen sportág, srác? Hitler.
A fitness az nem is nagyon sport, tehát az aerobik az lehet. Aerobik. De az se jó válasz egyébként. Nem jó. Volt egyébként, hogy a fitness magyar bajnok kétszer. Hiszen aerobik inkább fitness, ez hogy fitness. Fitness. Akkor még fitnessnek hívták, és ugye kétszeres Európa bajnok, egyszeres világbajnok fitnessből, de most itt mi nem erre voltunk kíváncsiak, mert 12-szeres curling magyar bajnok. Curling! Béres alakszor. Hát egy kicsit mellélőttünk. Elég, igen, egy nagyon jó sport, egyébként baromi hülyén néz ki. Először aztán játszik egyszer az ember, és egy nagyon izgi, nagy márvány tömböket kell, ugye. Így van, így van, így van. Mondjuk eszembe jutatott volna a kérdéséről. Dusán, nincs ajándékcsomag, viszont nem is tudunk bumozni, mert ugye a harmadik kérdés. Így van, harmadiknál jött volna. Köszönöm szépen az is, rátok. Mi köszönjük neked, vigyázz magadra. Boldog karácsony még egyszer. Neked is, hello. Na jól van. Oké, nagyon sokan szeretik Timit, látom. Egyébként épszerű lesz, nagy csata lesz itt a döntő helyért majd holnap. Hát kérdés, mit tud a holnapi játékos? Egy ellenesemes van, szerintem ne Timi nyerjen, Timi exe. Jó vagy. Fél tíz lesz, fontos, hogy egy percet mondani akarnál. Igen, valami? Nagyon szeretnék valamit mondani, Zsül, ne haragudj, nagyon szépen köszönöm a bort, ugye kaptam egy üveg rozét 500-on alul, ezt nekem át kell most adjam valakinek, nem illik átadni ajándékot, de most ezt mégis meg kell tennem, ugyanis az van, hogy fogad szeretettel ezt a palackbort, Balázs, ez az én stafétám, amit átadok neked. Azt mondtad, legyünk őszinték. Vége van? A kísérletnek lezárult? Tegnap feladtátok? Nem adtuk föl, a béka szerintem reggelig várta, hogy hát ha lesz valami. Én olvastam a gyerekeknek mesét, és annyira kész voltam már a szertelen szexuális életünktől is, meg egyebektől is, hogy elaludtam vele. Akkor béka még fölkeltett, hogy menjünk át a saját ágyunkba. Mondtam, hogy ott már nincs semmi. Akkor most hány nap volt? Az amerikai nő csinálta egy évig, ugye? Igen. Ő egy évig jutott a párjával, felfoghatatlanul durva, ugye egy évig minden nap szexelt, hogy rendbe hozza a házasságát, megmenekült, nem váltak el. És aztán elkezdtük mi is ezt a tudományos kísérletet, te csütörtökön indítottad? Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd. Ez egy hatos. Az én gyerekek. Le a kalappa. Hát ilyen is régen le a kalappa. Hát most akkor három hónapi hív. Nem három fél év. Most megvagytok. A valódi karácsonyig megvagytok. Hatos és a szerda este kifogott rajtunk. A szerda este kifogott, úgyhogy ha gondolod, ha kell a erő, a palackborra lesz, szívesen odaadom. De hát kacsincs át, légy szíves, mert azt beszéltük meg. Már arrébb rakom a izét. Igen, a Viki arcát szeretném nézni. Nem mostatta. Tehát azt beszéltük meg, hogy mi rágomba is tudjuk. Készülj, hívd a kozmetikust! Jelentsd be engem is, van ott mit rendbe tenni? Új ágybetét, ne nyikorogjon! Igen, veszünk új ágyugót, ágybetétet, indul a kísérlet! Nem lesz könnyű dolgod, mert amikor odaadtam neki a bögrét, láttam, hogy nagyon boldog. Majd kiszedjük valahogy a kezében. Jó, szóval vigyem én tovább. Hát az, ha akarod, én leteszem a lantot, illetve majd fölveszem, még remélem, mert ez volt az utolsó, de tegnap az, ami arcoskodhatnék, hogy milyen puha vagy, de ez a hat is nagyon soknak tűnik, gyerekek. Azért az, hogy minden nap így nekiveselkedni. Amit mondtam nektek az elején, az tökre megmaradt a hat napig, lehet, hogy már most fordult hogy volna lassan. Hogy csinált ez az amerikai nő egy évig? Nem értem. Ez lehetetlen küldetésnek tűnik ez nekem. Néha bejött a húga is. Ja! Miért tudsz te mindig erre gondolni? De az hogy a férjének jó. Olyan vagyok, mint te. Jó, oké, átveszem most a stafétabotot, hát megnézzük. De ha nem sikerül, én holnap bevallom, hogy gyerekek eddig jutottam. Jó, persze. Én nem kamuzok. Akkor már meg is vagy. Én lehet, hogy holnap már átdobom valakinek. Mondtam, hogy nem biztos, hogy 4x400-at futsz, lehet, hogy csak 4x100-at is váltunk. Most akkor váltottunk, de... Zsűl, beszállsz? Zsűr. De zsűr, egy hosszú álomkorban van már. 30 éve. De átdobhatjuk neki is. Tessék? Este felébredik. Zsűr, lassú és alapos, fél évvel ezelőtt elkezdted, még mindig nem fejezted. Minden nap folytatják egy kicsit. Na jó van. Hozzam én a bort, drágám, vagy hozott te akkor? Miért kell hozzá? Nekem nagyon sokat kell innom. Így van. De nem azért. Hát, akkor tudom levetkőzni a gátlásaimat. Egyébként szégyenlős vagyok, és csak sötét szobában vagyok hajlandó. Tehát ha iszom, akkor el tudok lazulni. Egyébként vagy rettenetesen gátlásos. Ő volt Petiéknél is az afrodiziák. Tényleg áthívom a hajdúéktől. Mert a hajdútól most nem hívom át hedővére. Ja, szegény egyedül ül ott. Egyedül ott kapirgáljon, fúvogatja a lombot. Nem hívom át hedővét.
Jó van, ha meglátjuk, akkor tudományos kísérlet folyt köv. Akkor holnap. Holnap beszállunk. Jó. 9:30 lesz, pontosan 3 perc múlva. Egy pici karácsonyi dalocska még, ami drága Polgár Petingtől, mert hogy ő is készült egy dallal, aztán egy kis szünet, és utána jövünk a nap legjobb pillanataival. A karácsonyi vásárban tömeg hitellel a nyakában megfeneklik a télapó, mert nincs hó, mert nincs hó, mert nincs hó. Unásig szól a lesz Christmas, és kapható minden bizbasz. Nincs szabad parkoló, de van plüss Darth Vader-s Han Solo. A plázákban zombi show, mint a Shopping Dead premierje. Fekete péntek meg akció, támad a nép őrjöngve. Hipermarketben a család betankol egy havi kaját. 3 nap alatt tenyel a gyomor, egy disznót, egy disznót, egy disznót. És de jó a céges parti, a főnök pénzén be lehet rúgni. A gangsta ad altatót, ha beiszol, beiszol, beiszol. Indokolatlan szánt csengő, és hóesés minden dalban. De hol van a sok-sok hó? Árpi elvitte, mint Ibizára. Ha végül kihújnak a fények, mindenki unokát csinál kövérnek. Végre otthon lenni jó, nem kell már nyugtató, nyugtató. Ugye 10 lesz pontosan 7 perc múlva. Itt vagyunk, gyerekek, meghitáldott békés mindenkinek. A beiglit nem ott hagyni aztán a fa alatt. Oh, ne. Feri egyébként megdicsérte. Nagyon finom volt. Én már nekünk magába így örülök. Meg, hát, meg a sajtos is. Kis róló. Hát az full klasszik. Ez nagyon jó. Igen. A kísérleteteken felbuzdul a férjemmel, mi is neki kezdtünk házas életünk feljavításának. Írja egy hallgató, mi reggel, amikor elviszük a gyerekeket az iskolába, utána bújunk ágyba, ilyenkor még frissek vagyunk, és utána mindenki mehet a dolgára. Idem olyan fárasztó, este nekünk se lenne semmi esélyünk. Próbált ki, így Balázs, sok sikert. Puszi, Adi. Köszönöm, hogy kipróbáltam, ilyen 30 fokban karácsonyozni, pénzem sose lett volna rá. A nagy utazás, látod? Igen, most először esik karácsonyra a feleségem születésnapja. Úgyhogy puszilom, szeretem. De jó. Nem már karácsony, mert ennyit nem alhattam. Olyan szépen csillognak a hópelyhek a napfényben, vagy csak kozos a szemüvegem, boldog karácsony. Puszika. Dolliról vakációt létszik. Nem, hát az nem egészen. Nem egészen idikére. Műszak előtt összehívtam az alkalmazottakat, és kellemes ünnepeket kívántam. Átragadt azért ez mindenkire. Valaki csak én küldött, ettől a számtól féltem. Jaj, olyan rossz lesz visszapakolni minden. Hagyj, most már hagyjuk így. Lecsomagolni a fát, így van, most szépen letenni. Most minden, vissza mindent, szedhetem. Te készültél rá, leszedhetetek illandokat. Nem, ilyen akartuk. Az ünnep, ha elmegy. Igen. Igen. Csak a nyomorúság, a szomorúság, érted? Minden. A tiszteletetekre ma elültetem 2 törpe fenyőt az étteremem teraszán. Karcsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jól van, oké. Hát akkor mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Megosztottam veletek Csaptelep kárváriámat, és szerettem volna valamiféle megoldást találni általatok, hogy segítsetek nekem. Mert kiderült, hogy amit vettem, az nem, hogy nem jó. A köszönő viszonyban nincs azzal, ami egyébként oda kellett volna, és kicsit haragszom a Csaptelep gyártókra. De tényleg, szóval, hogy azért ezt így jelezhették volna. Hogy nem sztenderd. Megtévesztettek, ráadásul nem is kevés pénzt hagytam ott. Próbáltunk megoldást arra találni, mit tud az ember csinálni egy rossz Csaptelepel. Valamit karácsonyoztunk, ajándékoztunk, mert hogy húztunk, így mindenki megkapta a neki járó ajándékot. 500 forintos limit volt, ebben kellett gondolkodni. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, igen, sokat gondolkodtunk rajta, hogy látom az ajándékokat, mindenki hosszú-hosszú órákat vergődött, hogy mit vegyen a másik. Mondjuk nekem megmaradt még 200 forint. Majd azt én is odaadom végig. Igen, zsűlnek 500. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:45 múlt, pontosan 3 perccel. Áldott békéset kívánok neked, Csavi. Hát, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon kemények vagytok. A János most bontja a fát, kérlek szépen. Ő beteg, ő teljesen, tehát, hogy így... Hello, várd már meg a végét legalább az éjfelet. Hát az éjfél a peskőről. Hát a Szentmisér, ne bontsd el a karácsony fel. Hát vízkereszt van, tehát mert túl vagyunk a szilveszteren mindenen. Tudod, mi van, hogy tetszik neki a műfaj, és viszi haza. Persze. Nyilván, azért csomagolja el, hogy haza tudja vinni. De nagyon jó fel, azt mondja, hogy nem akarja a másokra hagyni. Tehát azért csinálja most, hogy ne maradjon itt, mert akkor másnak kell lebontania. János, felhívnám a szerződésedben az apróbetűs részt, hogy na, egyrészt 10-ig tart a műsor, kettő, hogy a szerződés megszegése, ellenszegülés, be nem tartás, és minden más. A műsorral foglalkozik most is, csak ő a háttérc képviselő. Bónusz fizetés, 13. havi, 14. havi, karácsony. Sose volt. Azért mondom, sose volt, de most se lesz. Ne készülj. Na jó, már csomagolsz? 3-4-10 után már úgyis csak rossz pénnyeim vannak, talán itt a Csabi. Nem, elkezdjél csomagolni? Persze, mert nem akarom így hagyni a CSS lányoknak. Nekem egy csomó dolgom van még. De, én olyan vagyok, mint az anyukátok. Ti szabáltok, tévét néztek, játszotok, igen, játszotok a kisvonatotokkal, anya meg kint mosogat a konyhába. Ez vagyok én. Egy mosogató nő. De legalább egy 2 napot hagytuk volna fenn, nem? Hát ezen a hangulaton csak mi vagyunk, és a hallgatók ide, aki bejön és nem hallgatott, az nincs rajta, úgyhogy szerintem csomagoljuk el. Tehát legyen ez egy újra egy átlagos szeptemberi nap. Csabi, hello! Nem mindenki örül a formabont ötleteinknek. Én hangulatban jöttem, hiszen én is kaptam ajándékot a Jánostól, egy mákos, nem, egy diós bejegyzés. Miért a diósat adod neki? Azt mondtam, hogy én kérem. De van még diós, nem? Most mit csinálj? De ne kérjen, hogy mákosat vigyen. De ne válogass már, Csabi, tényleg. Én sem diósat szeretem. De nem válogatta, kiválasztottam egy diósat, és kész. Most te válogatsz. Nem, bocsát, mi kértük, amikor először megbeszéltük a karácsony, mi ketten jeleztük a diósat. Ketten, Balázs és én. Te nem jelezted, Feri, senki nem utálta ezt a karácsony tegnap. Boldog karácsony, tessék, szeded egy diós bejegyzést. Fogad el tőlem. Most már nem kell, jó? Én családom megveszem. Nevében na, adom át, érted? Adok érte 2 rúgót. Nem kell sütni karácsonykor. Nem kell sütni karácsonykor. Elállj, berakom a hűtőbe, kiveszem Erkon mikroba, 24-én meg vagyok. Ezt dílejétek le. Ugye, hol az a kés? Itt van mi? Vágjuk el. Jéd. Azt, így még nem maradtam le karácsonykor, elkapkodták az összes szaloncukrot. Egyébként próbáltunk azt is szerezni, hozott nekünk egy kedves hallgatónk, de boltban nem volt. Boltban nem volt. Jó van, szerintem egyébként, ha akarunk egy ilyen tudományos lezárást adni a kísérletnek, szerintem, ha kellő zenéket hallgatsz, jó zenéket, feldíszíted a fát, beigliteszel, akkor ez akár megtartható szeptemberben is. Nem kell, hogy hideg legyen. Szóval fejben egy kelleti kis idő, míg mi is átálltunk. Én, amikor felvettem a rénszarvasos pulcsimat, segített, de működik egy idő után a kísérlet, nem? Át lehet szellemülni, ugye? Tehát egy kicsit elkezdted elhinni, hogy valóban tud lenni karácsony. Jó van, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Azt hittem, az előbb elkezdett hívni. És aztán elköszönünk, ha mondja, hogy Morning Show, kap egy szép ajándékcsomagot, aztán Csabi már a normál kerékvágásban. Ezután lehet normál kerékvágásod. Persze. Tovább viszed a kívánság műsorba? Nem. Levezetek. Jó. Nem. De ott van. Oh, az utolsó pillanatban, de jó érzéke. Hello, ha nem mondtad, Balázs Morning Show, szia, itt a Csabi, Jani, Feri, hello. Oh, szervusztok. Hello. Német Imre vagyok. Imre, hello, leadtunk egy kanibáltalt, és erre írtál egy SMS-t, amit nagyon szerettünk. Szeretném látni a kanibálok arcát, amikor megkapják az Artisius értesítén, hogy szeptemberben jött pénzbe ebből a dalból, vehetnek belőle egy új nadrágot. Kuka már dörzsöli a tenyerét. Lesz pénze új nadrágra. Ezt írtad, ugye? Igen, én voltam. Nem számítottam rá, hogy beolvassátok. Hát, valamikor olyan hallgató kerül adásba, akinek egyébként az SMS-ét be se olvastuk, csak látjuk és tetszett. Igen, éppen az a vicces, hogy hallom is, hogy éppen telefonálnak magánszámolnak fel jól maktukor. Egyébként. De miért nem szóltál bele, hát veszteni valód nincs, bemondod, hogy mi vagyunk, aztán maximum mégsem. Így van, legközelebb, van még idő harmadik. Jó van. Hát figyelj, most nem karácsony van. Karácsony van? Hát, jó, na karácsony van, jó. Egyszerűen. Hát jó most... van, figyelj ide, hát mégis boldog karit ünnepe. Küldjük neked akkor az ajtsi csomcsit, jó? Igen, mit?
Ajcsi csomcsi. Ciao, köcsi. Hello. Ciao, ciao. Hello, hello. Na, Csavikám, mondj valamit, ami visszahúz bennünket. Megleplek én is titeket. Egy halott pénzzel. Küldtetek egy szlért a Diós Belgiért cserébe? Csak a Jani miatt mondok most információkat, mert amúgy mindenki más tisztában van vele, hogy Lady, az de nem, hogy Lady Gaga a harmadik lemeze után azt mondta, hogy akkor menedzsmentet és arculatot vált, és a korábbi botrányos polgárpukkasztó énjét levetve kizárólag az éneklése és a jó zenére, meg hát a nem mindennapi énektudásra koncentrál. Szóval elfáradt szépen felépített. És ebben a szellemben készíti most már az ötödik lemezét, és ennek az ötödik lemeznek az előhírnöke a Perfect Illusion, és ezt hozom nektek. Ó, nagy a szépen, köszönöm. Hát főleg a Balázsnak, mert ő fog neki nagyon örülni, de hát ha ti is egy kicsit felfrissültek tőle, jó? Csavikám, meghallgatjuk, köszi neked. Jó munkát. 555-55-00 a telefonszám, ne felejtsétek el, holnap még van egy helyünk, ami kiadó a gól örömjátékban, ugye ki lehet jutni Barcelonába, úgyhogy tessék gyakorolni ma lelkesen, és holnap benevezni a játékra, mert hogy október végén Barca meccs Barcelonában. Az is nagyon tudjuk, hogy kivel fog játszani a Barca, direkt nem mondjátok? De már mondtuk is. Ja, jó, akkor egy másik csapattal. Egy másik csapattal, azt hitt egy hallgató, de nem néztünk utána, hiszünk neki, hogy a Granadával. A Granadával, igen. Így van. Azt gondolná az ember, hogy tipikus ilyen nagy gólkülönbségű Barca győzelem lesz, de a múltkori Alaves elleni vereség után ez már nem garantálható. Te mennyire otthon vagy? Te mit Alaves ellenit? Mi van? Honnan tudod ezt ennyire jó tesó? Nem tudom, tudjátok. Te barcás vagy? Én barcás vagyok. Nem akarsz jönni meccsre? Hát én nagyon szeretnék, de hát van hely? Há, holnap. De várjatok ezek igen, után, gólerem. Lenyúlt a Diós Beglit is. Ezt a Diós Beglit felajánlom érte. Egy jó Barca meccsér. Sőt, van még kint. Én jobban szeretem mégis inkább a gesztenyéset. Ja, Istenem, másét osztogatni. Mi lesz ez a politikus? Ez már az enyém, hát nekem adta, ne viccelj már. Ez mi az, hogy másét? Csavikám, jó munkát neked. Adjál már. Ja. 555-55-00, kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap hatkor. Szevasztok. Sziasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.